Hát, legendás bar. Nem tudom. Keményen oda kell figyelni. Nagyon keményen. Warning. You are now leaving the safe area. Supply drop claimed. De te közben jutottad? Ez szupli volt. Nem ez a párosítás folyamatban. Ja. Jöttek ide hozzám kimentésre. Jó lesz, és csak ez annyiból lesz rossz egyébként a játékban, hogy ugye nyilván megint lesznek azok, akiknek begyűjtik mindenféle csicskák ezeket a szavokat. Tehát azok már eleve előnyben lesznek. Na, sárgát nézzük meg. Meg azt, hogyha mindenki felnyomja maxra, akkor milyen játék lesz ebből, érted? Akkor nem lesz jobb senkinek. Én azt látom belőle, hogy akkor nincs. Lesz a fasza. Elmondjam, hogy miért? Mert akkor lesz mindenkinek esélye. Ma akkor mindenki, igen. Nem, most már nem az fog számítani, hogy ki mennyire ezért. Mindenkinek fulla lesz minden, csak az, az győz, aki erős. Nem, hogy ki mennyire aki jobban járt, hanem a skill. Így van, a skill. Hát vagy a cheat. Hát vagy a cheat, igen. De Dézebe mindent újra kell tanulni. Lövés közben hát, nem lehet. Hát ez ekkora fasságot, ezt nem értem. Nem lehet lövés közben healelni. Tehát ez most ja. Mire jó? Csak hát, a pluszat tudod elnyomni, semmi más. A játék. Nem lehet lövés közben healelni? Nem, se az úti tembre nem. Meg kell állnod, meg kell állnod, csak úgy tudod elnyomni. Majd menjél be és nézd meg, így rácélzol, és így letakarja a healt, meg a ultit letakarja. Szerintem annak úgy mi értelme lesz? És csak a pulzat bírod használni. Azt is letakarja, ha. Hívjatok be? Elég fura, érdekes azért lesz. Azért majd megy a sírás. Piros vagy még Fox, nem tudod behívni. Mert bent vagyok pedig. Hát annak úgy nem is lesz értelme krézik. Hát nem majd, majd sírnak ért, azt majd kivítják. Hát szerintem bele se teszik szerintem amúgy. Ha ízét kell használni, ládát romban lenni. Hát, de azt se tudod lövés közben. Azt se előtte leragod, nem? Hát esetleg ha előtte, igen. Az skill. Hogy nem tudom, meg pusz, az bírom. Hát nem tudom, az biztos, hogy fura lesz. Hát az elég. Futok közben, főleg, és akkor nomnám magamra hírt, de nem bírom. Az az LMG úgy marad be, azért, akkor mindenki azzal fog rohangálni. Futás közben sem hát ne, a sniper is faszott. Ja, az se rossz amúgy. Na jó, de gondold el azt az LMG-t egy magányosra, baszki. Hát úgy, ja, az úgy erős, erős. Hát szar rá abbál mindenkit. Ja, hát igen. Vele kapja kapcsol a zének a bónusza, magán hát is, meg még van. Az ulti rajta, ó, benne. Ez van. Ha. Hát én kíváncsi amit kiköztem, hogy az 1065. Kíváncsi leszek, hogy hogy fog működni az ürön. De persze várom is, hogy jöjjenek ezek az ulcucok, mert végre valami újítás lesz a játékban. Amúgy igen. Az az igazság, hogy az utóbbi időben, hogyha elkezdtem játszani, 5 perc után rámondtam. Már elegem, mert abból mindig ugyanazt a küldit kell csinálni, mindig izény, nem történik semmi. Megcsinálom a hetit, azt akkor a rakás szar dob, hogy inkább ne is csináltam volna. Csak elbasztam vele az időt. Én nem csinálom meg a hetit. Hát már most én is rá fogok állni arra, hogy csak egy emberkével csinálom meg, a többivel meg lesz arra. Hogy az esélyét megadja annak, hogy kidob valamit, de hát nyilván nem fog úgy sem. Tankoltok? Aha. Várjál, veszek DC kulcsot. De igazából mostantól olyan lesz az egész játéktér, mint hogyha izébe lennél, Last End-be. Mindenkinek felvesz húzom maxra. Így jó. Ugye jó?
Csak kíváncsi leszek, hogyha ezeket így fel 286-os szkórod lesz, vagy a faszom tudja mennyire megy föl, hogy akkor a mobok mennyivel lesznek erősebbek. Nem tudni. Mert ugye azt mondta ez a Danger, hogy így lesz esélye azoknak is megcsinálni mondjuk a legendás küldiget, akik eddig nem bírtak vele. Hát de undergroundok most szétdobták amúgy az egészet. De én nem vagyok benne biztos, hogyha ezt most így megemeled, érted, azt lesz egy 500 ezres szívóságod, akkor nem fog lebaszni a mob egy akkorát, hogy elájulsz. Ez is az ének aktívan mutatja is, nem aktív. De jó. Nem is van fent egy ilyen. 8 per 9. Na tele vagyok, gyerünk föl. Itt is vagy láda elvileg. Igen, majd de hol a faszom, nem itt. Itt a másik. Ott ott tényleg, ó, benne. Én tegnap a fájékeztet optimalizáltam. És mi? A PTSB-t. Mit adok? Tényleg egyébként miből lesz most izé? Barát mellénye 21.006-ot vagy mennyit sebez? Hát a mostani majd a csapásmérő, a reklémer meg az őrse. Pedig azt hiszem, hogy majd fasz a reklémer. Nem, a reklémer nem lesz, vagy igen? Hát a mostani globál eventen majd azt lehet kiszedni. Ja, oké. Okay. Na, arra rá kény gyűrni. Legalább a PTSB-t mik voltak? Hát az összes többi a vadászhit, a Alpha, Predator. Nem, meg a taktikus, de annak taktikus csak egyes bónusz. Banshee. Ja. De az én abban egyiket sem vettem, most mit csináljak elég? Azt tudom, taktikus, mit csinál? Nem is értem. Dávidot kérdeztem a fegyvereknél, mert a könnyű géppuska, meg valami fedezékes cucc van neki, az utolsó talentje valami, nem tudom mit produkál, de az csak fedezékből jó, vagy valami ilyesmi. Cover shooter, vagy valami ilyesmi a izé. Uh-huh. Ez a fasság. De... Hát ez a 1000 lövéses fasság. A könnyű géppuskás. Alejandro, hogy valami, az utolsó talentje valami cover-es cucc. Fedezékben, hát nem tudom. Hát igazából azon teljesen mindegy, hogy milyen talentek lesznek, baszkér. Hát, jó. 1000 RPM-nel szétversz mindenkit. Ráadásul ez az alap, az 1000. Tehát, hogyha rábaszol egy gyorsaságot, akkor... Jó. De hát az biztos, hogy le fogják venni, hát ez kizárt dolog, hogy az így belemegy a játékba. Vagy hogyha benne marad, hogyha mindenkinek ez vagy hogyha lesz, benne marad, benne hagyják. Ha benne marad 1000 RPM-mel, akkor olyan lesz, mint a Bullfrog, hogy messzire úgy fog szórni, hogy beszarsz. Hát... De a PTSB-ben nagyon pontos. Igen, nagyon. A faszam, hogy jó. Ma tesztelgettem egy jó párcát. Azért mondom, hogy azt fogják változtatni rajta, hogy szórjam. Lehet. Mert hát, hogyha visszaemlékszel, annak idén a Bullfrog se szort ennyire a izébe, tesz szerveren. Azzal is úgy aprítottál, mint az atom. Nem tudom, a két mesterlövész, az egyik azt mondja Dávid, hogy azt írja, hogy a gyenge pontot találsz, az egyik akkor ezek szerint mobozós, a másik meg PvP, hát nem tudom. Így de... van, stabilitás megérzi, gyenge pont. Aha. A másik az nem tudom mit, tehát hogyha fejre lősz, akkor 15%-kal nő a nem tudom, de ha testre lősz, akkor megint 15%-kal nő ez a damage vagy valami ilyesmi. De tesz vagy, de kettő meg egyre. A izé, az például nem tudom mit csinál a kis géppisztoly, annak ilyen kártya a jele. Nem tudom mi akar. Én még ezeket így ennyire nem néztem meg egyébként. Én besegítem el, hogy... Én azt néztem, Sanji. Fölösleges nézni, mert úgyis más. Nem tudom, mit jelentett. Ja. Azt mondjuk majd megnézzük, hogy ez mit produkál. Szép lassan járt le. Rugó jobbra. A tég kis térképen. Na, elvileg azok 900 méter. 900 méter, jó. Akkor megint az engem most megint az izél, hogy most ha bejön az 1-8, akkor most ott megint majd mit számít a
jó tűzfegyver, a jó elektronika, mennyi az az életerő, ami már úgy optimális, most megint ezek, hát, a... mi jó, minden egyes verziónál el kell játszani. Uh-huh. Igen. Figyelj, ne pánikolj ezen se, megjön vazó. Meg a fazon tudja még ki, amelyik ilyen kurvára keni vágja, azt megmondják. Hitman. Ja. Az informátor. Már régen volt nagyon, na most nem is nagyon ír rá. Nem biztos kidobták itt megint. Nem tudom, mi a bőn. Nem tudom, mi van vele. Mostában nem is ír rá, meg nem is jön, mondja, hogy jönne, nem tudom, mi van. Hát egy szerelmes. Régen nagyon sokat izé nyomtuk, meg Bumfi is. Hát a múltkor nem ő volt itt. Valami más néven. Nem, ő neki még mindig ugyanaz a neve. Most ő... Tehát teljesen volt a srác, teljesen úgy beszélt, mint Hitman, azt hittem, hogy ő az. Csak más volt a neve. Mi mindig a Hitman néven van. Hát én szerintem azért nem jön azt fel, mert szerintem ki van bannolva, sőt, szerintem tuti. Tuti amúgy. Csak akkor nem tudom, mi a fasz így csinálja ezt, mikor tudja, hogy izé most az, amire Ubis barátja van, az nem örök élet, hogy most egyfajtában visszaadják neki az izét, a kontot. Most egyszer-kétszer visszaadják neki, egy húzamosabb izé. Az is, mikor írja ott nekem, vagy izébe, egy közösbe, vagy cseten, hogy majd kipróbáljuk az új glitch-eket. Hát én biztos nem fogom kipróbálni, ez az egy darab akuntot nem fogom elbaszni arra, hogy kibasszanak. Hát igen. Ő próbálgassa, de én nem. Úgyis tele van lével, hát akkor meg. Fölmegyünk a 8-ba? Hát gyerünk. Akkor gyerünk ki kapura. Uh-huh. Ja, menjünk ki kapura, én elmegyek budizni, krézi, cigizni, azt utána mehetünk. Jó. Elmész budizni. Igen, igen, bulizni. Jó van. A világ vége, szép baszta a halójárat. Na, majd mit kezd, van, vagy? Jó van, na. Ebben fejezni. Ték, miért mászok, mamma? Jó, a szemekkel leszek, hogy ki lesz itt támaszva. Mész dolgozni, Dave? Éjszaka? Dave? Jaja. Ne bazd meg, akkor tényleg nem fogsz aludni. Nem, amúgy nem megyek. Bebaszva a geci, még szombat este is kéne mennem. Meg itten ijeszgettek-e? Hogy aludnék, sehogy? Hát akkor így meg tudsz aludni, ott tesz Dave, mellett, megy végig. Hát jó van! Emiatt nem tud aludni. Mert itthon vagy. Ja, mert otthon vagy. De horkolsz, hogy mit? Nem, mert hogy mellett leszek. Nem érted, te hülye bezaklatja? De azt a videót végignéztel, amit küldtem neked, Ancsi? Mit? Azt a videót, amit küldtem neked. Nekem úz. Még nem néztem végig. Milyen videó? Hát volt még rá időm, nem is voltunk mondjuk majd neked, van neked átküldjem, téged érdekel ilyen? A kecske baszott? Hallod? Eljelentem, hogy Anitát biztos, hogy érdekel. Ezzel az egy videókkal az a problémám... De te meg nézed, Dave, vagy játszol most, nincs nem? Az az egy problémám, Krisz, hogy ilyen... De hát megnézem. Mivel ilyen szar lelkivilággal rendelkezem, ezért még az ilyen videó is eléggé felkavar, úgyhogy nem tudom, hogy hogy nézzem meg. Hát mindjárt jövök. Faszom. Azért mondom, hogy jó embernek küldte rá. Ja. Hallod, hogy izé? Hello. Szabad. Hello. Hallod, úgy van, hogyha megvágom az ujjam, egy milliméternyi izé, már akkor ordítok, szerinted akkor? Már akkor pánikolom. Már megcsíp egy izé, egy, nem tudom, egy mini bogár, akkor is. Akkor te pánikbeteg vagy, nem hallod? Szoktak lenni a... Te hogy pánikbeteg? Saját magának bemeséli, igen. Na, mindegy. Dávid, ad egy-két pofont, azt már jó is, hidd el. Megrúgdott, azt jó is. Az neked egy, az orvosság, mi? Aha, igen. Napi három. Álcsúcson pattint, biffaf, reggel, dél, este. Háromszor, jó. Na jó, három. Három álcsúcson pattintás, három osszágban, naponta. Tudja, hogy hol a helye. Így van, úgy szoktam, hogy általában úgy osztom, hogy reggel, délben, meg este. Ebben az intervallum. Ha? Odaállsz felé, amikor ül. Odahajolsz kicsit, piff, álcsicson pattin, már jó, ősz is lesz játszni. Igen, így szokottan, ah, köszi, egyből is nyugodtál, gyorsan, hat. Hát az bestos. Nagyon jó. Ugye. Kipróbálom az asszonyon. Na, próbál, ó, legjobb. Hidd el, szeretni fogja. Biztos. Biztos. Az bestos. Az bestos. Mit toltok? Dézét. Á, néha, füvet néha. Úristen. Én cigizni még most. Hát mondom én. Mit a cigi? Eltolt egy spanglit. Spongli. Mit a cigi? Nem hiszitek el.
De. Meg lehetett Times Square hibátlanba. Ranolokkal. Ja. Azt a kúr. Az szép. Pajzsosa voltál? Ja. Mm. És ők? Hát mindenféle szutyok. Az MDR-rel úgy lőtt, mint én az M4-gel. Nem tudom, mi volt előtt, előtte az embereket. Az igen. De úgy kerestem direkt, nem úgy, hogy matchmaking-en kiírtam chatba, hogy Flawless Times Square legendás. Mm. Mert úgy is próbáltam nagyobb fos. És tudták, mit kell csinálni. Na, akkor szerencsére volt. Bagadta most is a lovas vadászatot. Nem tudom, hogy ugyanúgy csináltuk, mint Vulkan, és most beadta. Ez jóféle. Ez mi nekünk nincs meg? Azt vagy mondták. Igen? Nem tudom, azt mondták, hogy többiek megvan neki. Nekem akkor lehet. Akkor még nincs meg, azért nincs meg a... Friendly Fire-os, az... nem? Az a hackocs is tudod. Azaz, no. Azaz. Se lesz ja. Meg. Az bug lehet. Jaj. És random akkor csináltam múltkor, de... Kijött ugye a bombás, én egy bőt lőttem. Vittem egybe a bombát, mián meghalt. Szaladtam érte, nem számított, hogy mennyi ellenfél volt még. Mondtam a többieknek, hogy ne lőjenek senkit. Senkit nem lőttek, felraktam a bombát kékkel. Kék ultival. Felrobbant az a fos, ugye. Minden négyszer úgy csináltuk. És három, négy bomba van, ugye? Aha. De négyszer is nem adta meg ezt a fost. Úgyhogy nem értem. Még olyan hiányzik, hogy Warrengét, legendás hibát. Aha, sok siker. Viccesbe. Amúgy veletek nem sok siker, mert neked is. Na még egyet. Jaaa. Jó, de hát biztosan fogok menni, ez hogy érted legendáson Warrengét, tehát... Hát óvatosan. Hát ott az izé, amikor ott alul az a középső pálya rész, az... Ja, amikor időre megy a szopás csak. Az teljes lehetetlenség, amikor kijönnek a gránátosok és tolják rád a gránátot. Final measure. Meg olyan, hogy ellopott jel. Az nekünk megom, ellopott jel. Kihívásba csinálja, ja meg csak abba adja be. Az jó. És múltkor megcsináltuk. Jajajaj. Vagy valami ilyesmi. Ez hol van? Melyik küldetésekben? Aha. Vagyok. Hey, stupid. Over here. Most Krézi ment el? Nem tudom. Gondolom csak elment cigiz. Arról volt szó. Jaj, bazd meg, tele van a stash.
I got stuff that'll save your life. Don't waste my time. Na, itt vagyok. Oké. Okay. Megijedtél? Aha. Nézgessél. Visszahangoltál, hogy mi van? Nem, csak olyan hirtelen. Ja, pont, hogy mögötted állok, ugye? Igen. Tényleg. Gól. Mondtam, hogy ne suttogja Filibe, te fasz. Nem erre. Na. Hát, ki kell mondanom a csokimat. Neked mennyi difteket van már, Crazy? Ha, 1800. Valamennyi. 1800. Nekem 1052. 700. 1866. És az is lófasz. És az is lófasz. Nekem meg 854. Ha, mi kell? Diftek fürdő volt reggel, vagy mi az Isten, hogy ennyi van csak? Hát... Neked dugi kéne legyen. Nekem meg van mind a 4000. Hát nekem is annyi kéne, és nem, addig nem is hallom, hogy meg nem lesz bazd meg. Ma? Mert bemegyek 1.8, nekem már fullos kell minden, érted? Fullos. Ja. Egy csak nincsen neki kéne. Addig pörgetem még. Jó, ez a zene. Nyomja a szöveget, hogy baszta, baszta, baszta. Jól meg baszta. Ha hallgass a szöveget. Hát én nem hallgatom, nem hallgatom, nekem most le van tiltva. Én a Hollónak a filmzenéjét hallgatom most per pillanat. Minek? A Hollónak, Brandon Lee filmnek. Jö. Nem ismered? Dehogy nem ismered Brandon Lee-t, együtt van Dubálány Imrősek. Azért mondom. Ha? Te is ott voltál? Ja, tényleg, akkor most itt csak nem Alfen Faffen baklány vagy. Hát akkor mi együtt nyaraltunk, amit tudom én, milyen tónál. Jé, ti is! Emlékszem arra? Valami rémlik. A nagy duranásban volt, amikor a csaj elkezdi mondani, hogy ő mit tudom én, milyen család leszármazottja, azt a végén kiderül, hogy az egész parak egy családhoz származik. Csak nem. Aha. Faffen bak. Ti hol vagytok meg a lilákért? Várja már meg. Ah, megint hagyja, hogy baszta, baszta, baszta. Szét baszta. Köttébe baszta. De néha telibe is, you know what I mean. Telibe baszta. De nekem nincs pízem. Majd ott megkapom, de megkapod, ha odaadok. Vagy mi van, ha meg lesz. Ha lesz, mi van? De addig nincs, nézd a felét a kártyához. Ordít. Na törnöm kell, bakker. Oh. Én is most törtem. Ja, jó van, nem kell. Kaptam egy jó tárat, gyerek. Adok még majd 60 ezeret, ha megburgelek. Hát gyerünk anyukám, most kell a pénz.
Te ott hátul, hátul még van valami láda, gyertek már. Itni. Már fullon is vagyok. De különben... Hát jobban járunk, hogyha ezért csinálnánk a küldiket, mert ott meg... Akkor meg mi a pizdiptek? Mire? Dehogy nem. Hát ládákat, amikor, és hogy a Phoenix-szél veszünk ládát, zöldet. Igen. És abban több diptek van, mint itt a világban. De melyik zöld? A sima zöld. Zöld ládát, amit lehet venni árusnál, tudod? Abban több diptek van, mint ebben. A Phoenix-esni? Aha. De ez nem az ezét. Vagy mi van? Hát az csak nem az semmi. De hogy nem a zöld ládában több diptek van, nem? Én nem. Nem. Hát az zöldet itt hol veszel? Itt, tehát itt. Itt nem, hanem a bázison. Amikor van Phoenix kredited. Jó, nézd meg, nem ad difteket. De nem? Héten vettem olyanokat, meg az nem ad semmit. Az csak adja az utcát, az kész. Így van. Jó, az nem ad semmit. Az nem tudom, hogy ad. Hát én is vennék akkor 40 milliót. Hát hogyha zöld lezártat veszünk, az nem ad. Zöld? Nem. Az nem olyan lezárt. Csak az itemet adja. Akkor bekapja. Ez nem olyan lezárt láda. Megyünk menteni? Jaj, már tele vagyunk. Akkor gyerünk ide. Jó, elmentünk a 9-be, jut eszembe. Igen. Hát majd ezután. Foxnak abban hibája különben. Basta, nem, basta. Nem szólal meg. Már fogjuk. És amíg tépte. Azt mondja, de ne crazy. Nyakon basta. Hogy de régba basta. De régba basta. Jó, diptek, aranyos kaim. Hol lehet még jó dipteket farmolni? Hát ott én nekem szokott lenni egy ilyen diptek utam, ott fentről kezdem, aztán jövök erre lefele. Hát van a négynek a környékén, ott az ötös kapu környékén. Ott a hármasnál is van. Meg ott fent a... hogy szoktam kezdeni? 8-tól jövök lefelé, és akkor ott négy helyen van diftek. Aha. Aha, igen, négy. Az előbb azokat jártam végig. Nem volt bent, és nem nagyon voltak a szerveren. Átkötöm neked is a vidit, Beretta. Láttam. Azaz még nem néztem meg, csak hogy... Miről? Egy csávó meghalt. 13 órán keresztül volt halott, és állítólag találkozott Istennel. Volt a mennybe, volt a pokolba, és aztán visszajött az életbe. 13 óra után agyikárosodás nélkül. Azóta milliómos. Nem milliómos. Csak hisz Istenbe. Azért még nem hitt. Egyszer megjelent neki álmába Isten, és azt mondta, hogy kövess őt, és hogy válasz őt, vagy mit tudom én. De a csávó meg azt mondta neki, hogy inkább meghalok, mint hogy benne higgyek. Aztán egyszer csak megjelent neki a sátán, és mondta neki, hogy velem kell, gyere. Na mindegy, nézd meg. Nekem sántít ez a sztorinak. Hát jó. Sántít, hogy nem sántít, az... Vagy sántít, hogy nem sántít, az döntsd el, te. Olyan tudod, karácsonyi szellem szagú. Abba is ez volt. Elvittek velük az ászra. Jaj, de jó kis Bill Murray film. Hát küldjem neked is, Fox, érdekel ilyen vagy nem? Kodnom téged se. Hát nézd meg, ő sokkot kapott be, az agya is leállt egyből. Hiszel Istenbe, Fox? Igen? Akkor nem. Azt mondja... Akkor nem. Hát így konkrétan nem. Tehát, hogy... Mert nem konkrétan, igen. Hát ez egy annyira bonyolult és összetett téma különben, hogy... Igen? De igen. Ezt most azért csak el tudja egy ember dönteni, hogy hisz vagy nem hisz. Nem. Vagy elhiszem, vagy nem. Ez sokkal bonyolultabb. A faszt.
Aki azt mondja, hogy bonyolultabb, annak nincs ötlete arra, hogy most elhiggye vagy ne higgye. Szerintem. Milyen bizonytalan vagy benne? Is-is? Hát még nem találkoztam vele. Hát és? Hát, tényleg? Pacsizni nem is fogsz én minden, szerintem. Én minden nap sörözök vele. Nekem a múltkor köszönők érte el a bérlet. Nem láttál, azt nem hiszed el. Én is így vagyok, mert te nem így vagy, mert te azt elhízed, amit nem lát. Tehetek már vissza a rugó? Mi a fasz? Azt a kúra. Gyertek ide hátrébb! Nem nincs, hogy kurva sok turet se faszom. Ebbe aláírom, amit fogsz mondani. Kéket, azt nem, hogy ne nyomd el, nem. Ha jó, amit látok, azt hiszem. Nyomd el, nyomd el. Nyom, faszom, nálam van ez a geci. Megvan kettő, megvan szét. Na, a porszívó crazy, bazzeng. Nice guys, come back. Please come back. Teszelünk, come back. Még teszem a túlatot. Hát bazzeng, nem azt hittem, hogy felvettem egy adagot, azt ah, nem fasz, semmi nincs nálam. Attila kiiktatta a NoFox-ot. No Fox-ot megölte. De a Fox itt van velünk. Hát ez az igazi Fox. Az azért csak volt, mert ott volt. Azért volt No Fox. Egy dupla. Én csak crazy. Tudod, hogy miért is mondom azt, hogy nem annyira hiszek amúgy? Mert nem láttad még. Nem az. Nem. Miért engedi például azt, hogy gyerekek szenvedjenek? Ez egy jó kérdés. Például Afrikában. Ha létezik. Előbb mondtam. Hogy? Mert próbál teszi az embereket. Ja, azt pont és akik az hogy a gyerekeket szenvedtetik? Hát azt most nem tudom pontosan, hogy azért, de itt a, most mindegy, az a lényeg, akik itt az életbe szenvednek. És a végén megbánják a bűnüket. Nem tudom, mondjuk gyereknek nem sok bűne lehet, de azért biztos, hogy van. Na, szenvedés meg bűne van. Aha. Igen. Jönnek. Ott van a kettelen. De már az, hogy megszületsz, az is eredendő bűn, ugye? Mert? De... Mert? Mert bűn. Miért? Akkor miért azt mondják? Mert a születés eredendő bűn. De miért? Nem tudom, olvasd a Bibliát, a Bibliában az van. Atya vire. Meg kellett volna várni, amíg megterem minket valaki megint, vagy... Ez hülyeség, hát ez... Teljesen mindegy, de mindegy. A gyerekek, ugye megbánják bűneiket úgyis. Na, de a gyerekek... De a gyerekek mi bűn követnek el? De mi lesz, ide engedjük őket, vagy megöljük őket? Öljük meg őket. Ezek ugyanazok. Nem vagy ma még. Amúgy jó ember találtál erre, mert velem ilyen témával, hú, elég megjelzírnál beszélgetni. Hát én nem akarok beszélgetni, én nem akarok téged meggyőzni, figyelj. Nem meggyőzni, én egyetek, azért mondom, hogy beszélgetni. Figyelj, Krézi, például egy kérdés. Ezt általában a Bibliában, hogy számoljál mindent, amit leír a Biblia. Mhm. Na, akkor csak egy kérdést teszek fel. Ádám és Éva, így van? Uh-huh. Az elég most már nő és férfi. Született két fiúk, így van? Aha. Na, onnan tovább hogy van? Mit kezdtek? Ettek az almából? Hülye. Igen? Nem. Alias. Született Ádám és Éván. Két fiúk. De jönni fognak utána, többen is. Ha nem volt emberiség, akkor megbaszták a saját egyikat, az kívül lesz tovább az emberiség? Igen. Ezt leírja a Biblia? Nem, te egyértelmű. Más törzsök is voltak, ezt írja. Bazd meg. Na, de érted, az igen, jó mondod, más törzsek. De hogy a faszomban volt az más törzsek? Hát ezt nem tudom, arra nem tér. Hogyha elméletileg megteremtette a embereket, és abból ugye csak kettő volt. Hát most erre én is tudok pontos választ, mert én úgy tudom, hogy csak ugye, Ádám és Éva volt. Ezt onnan kérdezem, és utána ugye sakasodtak. Ezt mamámtól megkérdeztem, mert mamám kibaszott meg hívója úgy. Én hamarabb ezért dobna be a percet. Akkor gyerünk oda be hátra teljesen, mert amúgy rugók vagyunk. Igen. Őtőle megkérdeztem, és ő se tudott rá válaszolni erre. Azt mondta, hogy a pap, majd a paptól kérdezte ő is, és még a pap se tud rá erre válaszolni. Hogy ez hogy lehet? Ugye én nekem itt meg akar a történet a Bibliában. Hogy azért ne adja más isten, hogy akkor bazd meg ilyen szarvérfertőzőt, akkor az életek ilyenek az emberek, érted? Fagyatékosak. Hát nem. De.
Hát tulajdonképpen akkor... ők indították el a Mónika show-t. Hát jó, most akkor ebből az is jöhet, hogy akkor honnan van, hogy Ádám és Éva fehér emberek voltak, honnan van most néger ember a földön? Igen, oda ez kosszult. A Máti. Mentem volna tovább a kérdés sorozattal, igen, hogy de volt ugye ez a Bábel tornya, és ott benne vagy Isten összekevett a nyelveket, meg a nemzetiségeket. Jó, de elméletben a legelején csak két ember volt onnantól, meg igen. Azt tudtak, hogy mi a faszom. Hát jó, azt én sem tudom. Annyira nem részletesen olvastam. Jönnek, Bibliát. Jönnek. Elétünk okay. Végéig, nem olvastam át, érted? De nincs benne magyarán, azt mondja, azt megnéztem. Hó 16 faszom, mindjárt lejárom. Érti? Bújjatok el. Aha. Fel is veszem a túletet. És sok ilyen sötét pont van magyarán a Bibliában is. Uh-huh. Ami nincs megmagyarázva. Még 3 másodpercig írják meg. Jó, megvan. Oké. Okay. Gyere hátrébb, nem tudom. Na, lemennek. És én nekem csak ez a csalódás egy picit benne, akkor úgy mondom. Gyerszem az ultim is. Én közelebb vagyok a tudományhoz, mint azért, de... Igen. De alapvetően biztos, hogy azért vannak nagyon furcsa dolgok, ami meg... Persze, vannak paranormálisan dolgok. Igen, tehát vagy amit így most azon mondom. Töltsük? Jó, láttam olyan videót, ami elméletben nem manipulálhattak, mert olyan kamerával vették fel, melyre megvizsgálták olyan emberek, akik melyre értenek a videóvágáshoz, stb. Elég jól. És ha azok azt mondják, hogy nem vágott videó, hanem az egy eredeti felvétel, hanem a videón lehet láttátok már neten, hogy egy gyalogos átkelőn sétál át fel a faszi. Jön az autó, hogy elakad őtni, és valaki megmenti. Aha. Igen. Uh-huh. Láttam én is. Na, az hogy a faszom van. Elmondom neked, The Flash a villám. Még láttam tényleg? Ma olyat, hogy a csávó vagy, hogy a kocsi megborul így oldalra. Azt láttad már? Aha, azt kocsi? Is láttam, igen. Na megint mindjárt jövök. Hogy magyarán mi erőtől történik, mert valami... Ha azt nézzük, hogy tudati feletti, vagy ahogy mondjam, amit nem ismerünk, olyan erő biztos, hogy létezik. Uh-huh. Már azért mondom, hogy igen, jó mondja Fox, hogy eléggé összetett ez a téma. Mindegy az a nék, hogy én hiszek. Ez például olyan, most mondja Anita, de igaza van, amikor baleseteztünk a kocsival mi is, és én oldalamról jött a kocsi, mégis a Anita oldalát kapta el, érted? Ott tört ki a lámpa meg ilyenek, de egy karcolással én legalábbis megúsztam. És meg Dávid is. Karcolást meg Dávid is végül is. Fú, de megjette a kocsi, mégis a Anita felőli lámpát ütötte ki. Érdekes. Hát igen, vannak ilyen dolgok, amit megmagyarázhatatlan. Meg kár rajta agyalni, mert úgyse fogod megtudni. De? Legkésőbb, amikor meghalsz. Ja, hát esetleg. Vagy nem, de az biztos. Mm-hmm. Ó, hagyjuk ezt a témát. De ne fos rá, nyugodt legyél. Nem fosik. De fosok. Hígat szarik. Bazd meg! Híget pozik! Mert a fos meg a híg szar... Ó, hagyjuk is, mert ez megy streambe. Jaj, én nem megyek bele, bazd meg. Ó, hagyjuk. Megy streambe? Hagyjuk. Na ne basszál fel, fogsz. Hagyjuk. Állj, nem jelentetted be, hogy megy a stream. Hagyjuk. Mindig megy. Ki kérem magamnak? Kért ki. Nekem is egy whisky kóla jó. Két sör. Most már erre. De komolyan mondom, holnap elmegyünk boltba és veszünk egy viszkit és benyomjuk. Be? Faszom. Be! Likád bá! A likám! Na. A likáról ne említsünk már többet a címbe a likáról. A füllikára gondolod, mit van kitenni? Füllika? Aha, füllika. Zsíros. Füllika szája. Ha nem mostad meg. Ez a tikmik. Mennyi zén van? Mennyi főnixem gyűlt össze? Ó, 886, ó, benne. Daxmik. Ich liebe dich, Daxmik. De
Aha. Attila nagyon csapatja. Ez gánta dobott. Megint dob. Ó, de lesz. Van egy felélesztő screen. Egy megvan. Nyomd le, Queen. Későn tetszett. Kurva anyádat, kis gecs. I love you, Klébedi. De most csak nálam van... Ja, nem szóltam. De én nem értelek titeket, nekem a milliméter értem, hogy egyből nyomom magamra, vagy valami. Ha főleg, ha izé van nálam, miért a élesztős. Még a crazy ilyen, hogy látom, hogy fogy, és ott van nála az út, és nem nyomj el. Én elpárologtam. Én elnyomnám, csak nekem olyan logom van néha, hogy nem ér semmit. Mint most is egy pillanat alatt olyan sedzésbe kaptam, hogy... Mi van, nem lehet hallani? Mi van már? Crazy, vedd már fel, vagy vegyétek már fel itt a csomagokat, elfaszom. Tele vagyok, mindjárt meghalok. Ja, okay. Ége. Öltem a gyerektől, ez össze. De hát jönnek. Mi sem mondtam, már megint rugóztak, vagy mi a fasz? Nem, hát rugók voltak, ránk támadott ez a két fő. aha. Azt jó volt. Csim, egy másodpercet teszem ki a lábam, azt ugyan? Már genyóznak megint, de... Nem mi voltunk, ők kezdték. Cselek. Mondtam, hogy hátulnak a szeretem őt, hátul van, hátul van láda. Mondtad neki, jó? Na, mennyi kulcsuk van? Egy. Hidottam, nem veszem fel, mert LVOAC és tele vagyok. Nekem van kulcsuk. Akkor nyomjad fel a kimentést. Ott is van sárga, nagyon jó, ezt is kinyitjuk. Ketten rágtámadtak, és hárman voltunk kint, érted? És lenyomtátok őket? Aha. Hát akkor meg... Foxy meghalt szegény. No. Szóval ő a tékozló fiú. Nem nyomtál szóval az ultit. Ja. Köszönöm. Hát akkor... Időm nem volt. Érted? Nem. Nem tudom, hogy miért kapok be megint egy isezést. Nem értem, hogy laggolunk megint, vagy... Csak nem szerintem tuti. Hát én a mobtól is akkor átkaptam, hogy lement az életem. Én tegnap ezért jöttem abban, nekem kurvára laggolt tegnap a játékban, szóval én nem tudom, mi a fasz volt van. Ezt még itt kiítjuk. Jó. Elkezd lőni, ezt hirtelen elfogyott. Tehát még fedezékbe se tudok menni, meg semmit nem csinálni. Nézd a vidit, Dave? Még nem nézted? Nem. Bobozik. Bobozol. Nem érek rá. Jaj, te bobozol. Viselked el. De milyen fáradt a hangod, öcső? Kinek? Neked. Dévnek? Kinek? Igen. Azt mondja, kinek? Nekem? Azt ketten kérdeztek rá. Neked. De nem, mert először Dév mi válaszolt. Hosszú volt a nap. Igen. Csalladszik rajtad. Mondom nekem meg a derekam. Kapad össze magad? Mocskos vagyok kint. Hallatsz? Mostanában nem kávézok. Az a baj, hogy itt nem fosza annyira. Fáradtabb vagyok. Szedjél, hogy hívják ott. Lent vannak a játékosok, ott a hívfelhő lent. Úgyhogy vigyázzatok. Magnézium B6. Aha. Arra gondolsz? Aha. Most szedem. És úgyis jön fel kötélre. Nem azt mondom. Jön fel kötélre. Hát jó, a 12-től sügyen csak itt fáradt. Itt felöllem, itt fog fejlni, ott van fejsőt. Hát akkor meg. De úgy fáradékonyabb, vagy hogy mondjam, hogy... Régebben azért úgy hittebb voltam. Melyre alszol? Ott a másik is. Mi? Hol lőtték a mobok? Mennyit alszok? Lőtték a mobok. Hát figyelj, változó, általában egy 4-5 óra hosszú. Jó, akkor mindjárt úgyis megy lefele érke. Hát akkor azért. Hát az, ez a megoldás. Csak öregszel már is, keveset alszol. Változó, hogy milkista! De fogja dobni a grátot, hogy mit csinál? Azért szoktam úgy néha délután lefeküdni alatt, két óra hosszát. Ha?
Én is szoktam már mostanában egyébként, én is ezt hozzám. Öregemberek alatt nekem régen nem volt olyan, hogy leültem filmezni, akkor azt abba belealudtam volna. Most meg mindegyik filmbe belealszom szinte. Na, én vagyok még ilyen. Na. Amit a utája. De miért fekvőkorszakos? Gyerekek vannak így, az öregemberek. Nem tudom, egyszerűen nézem a filmet, azt egyszer csak lelakom. De fekszel közben? Igen. Na, ez az, amit... Gyere már, te szar! Igen, fekvőkorszakos. Ne hát... Várjál, mert ez sem teljesen igaz, mert moziba például ülni szoktunk, és már nem egyszer volt ott is, hogy horgoltam, azt úgy lögtek oldalba, hogy fejszem. Hát azért én moziba nem alszok el, azért annyira öreg nem vagyok. Mennyi vagy Beretta? Vagy 200. Nem, 38, nem? Nem. 41, nem? De, 38. 38? Geci nem tudja hány éve, nem? Nem. Tudom, most volt szülinapom, augusztusban egy. Átaludtad. Csak gondoltam, hogy el viccelem rá. Baszom, ott a zöld lunk lent a mobok. Várjatok, hagyta, meg az Isten basszal. Itt hagyta a gyerek a lootot, ott van lent. Itt a kötél alatt közvetlen. A geci mob! Szerintem ezek ránk akartak támadni különben. Igen, csak az elejét leütték. Mobok. Én azt mondtam, hogy gyerünk, csak szedjük be. Gyerünk gyorsan. Hova? Szup. Meg van vízi fertőzés, meg zártőzés. Na melyikre menjünk akkor? Szupli vagy fertőzés? Ez a szupli, mert a fertőzés az még csak most kezdődött. Rohadt anyátokba itt tettük. Nem, vagy nem? De. Még akkor bosszút esetleg. Álljunk basszút! Nem szedték be, hát itt a csomag még. Ja? De szürt kellett érdekes. Ja, hát ő máshogy hát kijelöltem. Ja, az lehet akkor, igen. You have successfully claimed the supply drop. Na. Aha, másikat jelöltem az előbb azért. Térünk még amarra. De itt menjünk át, gyertek itt jobbra, itt. Tényleg ott egy zöld út. Valahol. Ez mindnek... Ja, még nekem oda vissza kéne mennem a tüzesekhez is, ott volt egy csomó lúd. Itt is átmegyünk még keresztül. És hálószobában is van tévé? Ha? Hálószobában van a tévé? Hát a hálószobában. Nekem is van a hálószobában is. A nagyszobában, úgyhogy igen. Ja. Uh-huh. Ez is öregkében. Hát jó van, bár... Majd ha lesz palota, akkor... Én nem vagyok, hanem hálószobában nem szabad berakni a tévét. Nem, ott még órát sem szabad, amit látni szabad. Semmit, így van, semmit nem szabad berakni. Hát... Mert nem szabad. Nem. De miért? Nem, most nem... Megzavarja az alvásodat. Új, de sok játékos. Ha felébredsz, kinyitod a szemed, aztán ránézel automatikusan, vagy készítés érzel rá, hogy meg... Na most ez azért azt tudnod kell... Még mennyit alhatsz, érted? Ez azért azt tudnod kell, hogy nekem van vastagbélfekélyem, és kivágták a vastagbelem igen nagy részét. Pont annyit, hogy ne kelljen zacskót hordanom az oldalamon. Úgyhogy én egy éjszaka legalább 10-szer felkelek szarni. Tehát ez nálam nem számít, hogy most van-e ó, az mellettem, vagy nem. Az én alvásomat úgy hiszem, az szép úri az. Ja, az meg gyerek, már megyünk befele. Üljétek meg. Miért fogyok? Miért lagolok? Miért izé? Az Istenit. Azt a kúúúú! De miért ütötted le ezt is? Mert gyors vagyok, mint a villám. Faszom, ha megint mindenki, csak neked megy, azt a soha életben nem leszek ez a kurva izé. Ki az három lúdik? Zacsi men. Nem tudom, de én megyek innen, mert itt ez sok ez a szekk, amire rajtunk van. Gyere futni akkor. Köszönöm, nem igazán akartam megyek, én is. Én se, de hát nehogy már felszedjék. Elkezdem lőni a izét, a dagadtot. Hát jó, csak azt hiszem, hogy rugó vagyunk, és akkor állunk egy helyre. Most akkor vagy megyünk, vagy akkor öljük meg magunkat, vagy megölnek, ilyeneket megyünk, most megyünk. Akkor. Nem látod, hogy megyünk, már futunk a buszhoz. Mindjárt megy a sajunk az ai. Egyébként én lehet, hogy ezért is vagyok ennyire fáradt, mert kurvára nem bírom magam kialudni soha.
Mit amennyiket alszol? Hát nem tudnám megmondani, mert mondom, legalább 10-szer felkelek egy éjszaka. Ja, aha. Hát akkor miért? Miért alvásban nem sokat vagy? Nem. Az hogy jelent ide? Au! Oh! Megjelent. Ez itt jelent meg. Aha. Ez teleportál, geci. Tuti. Jó, gyertek, fussunk tovább, elment. Na, mit van az izé meg, de mindegy. Gyerünk akkor. Na, így is ma mindegy felfúszott az izé szám, nem jól felfúszott. Ez hogy? Ez ide lagolva az. Szerintem itt ide jött, ide teleportált az izére, kapura. Kapura? Mm-hmm. Azt ide bebe a Sterling hirtelen. De hát ez tényleg én is láttam. Úgy jelent meg, mint a mobok szoktak, hogy csak egyszer csak ott van. Mm-hmm. Csak izénk van? Csak élesztős ulti, ami nálam van. Aha. Így van. Na, most érzem, hogy mindent, amit nálam elvesztek. Elszörbe. Te mi arra menti, Jancsi? Nem tudom, faszom, hát... Ó, geci! De én szartam előtted. Hol vagy most alul? Igazából, fingom nincs, vettem a izébe, ó, basszam szájba. Már itt kéne kijönnöd akkor ezen az ajtón elvileg. Aha, igen. Aha, de hogy mondjak erre egyébként ellenpéldát. Nem szabad tévének ott lenni a hálóba. Barátnőm lefekszik, amikor este elindítja a tévét, hogy ilyen időzítőre, hogy el tudja rá, igen, valaki menjen valami. És ő reggelig fel nem kell? Hiába kellek fel mellette annyiszor. Én mozgok, kimegyek, budizok, stb. Ezeket mind hallja, mert nem nagy a lakás, és nem kell fel. Tehát ő teljesen jól alszik. Aha, ő teljesen jól alszik. Azzal is, hogy ott van a tévé, meg az óra, meg minden lófasz mellettünk. Meglőtt valaki? Játékos? Engem is. Nem tudom, hogy hol vettek. Tekintsd meg a térképet. Hát most szerintem nem, mert fut. Tudom, most tudom, erre megyünk, amúgy. Mindegy, ezt csak fussunk. Ja. Au. Geszi gyerek megyünk. Na már félre feltöltött a izé. Mi a lófasz ez, ulti? Az jó. Nekem is égom. De szerintem csak ez az egy gyerekem, talán ez a Tommy, hogy valami ilyesmi volt a neve. Uh-huh. Ez is nagyon remélem. Ki mennyinél jár? Én 44-nél. Ancsi? 23. 16. Ó, baszik, de jó nektek. Talán úgyis nem megyek hátatok mögé. Jövök, ha megéd, én is jó. Pussatok! Forduljatok bal! Hó, lejártam! Pussatok, mennyi éve lett? Hárma jönnek, mennyi egyenesen? Jó van. Próbálok el egy cikázni. Tehát, hogy már rugók, engem eltalált ötször. Még nem, vele? Oké, várjál? Nem. Nem, jó van, 19. Igen. Aha, csak már rugók. Rugók, de lő, geci! Akkor menjek vissza, hogyha ők már rúgnak? Menjél. Járjon le. Te csilancsi? Na mindegy, mert most már nyomtam az útit, baznak, hát meghalok, gecó. Bob is lő, mert még a gyerek is hátulról, gecó. Szeret talajál, összefordulunk. Aha, jó van. Hárman vannak mögöttetek. Kettő, egy. Lejárt, jó. Mehetünk. Itt várjunk meg, várjunk meg itt. Itt, oké, jó. Attól fégre bebassza az ezért. Lejárnak közben. Akkor meghagytad. Hát ezek nem jönnek utánunk. De ott vannak, most de jár jön. Le. Most járt le. Most ne lőjétek meg csak, hogyha ők lőjétek. Háromnegyedem van a múlt. Na, de az meg. Igen, ez szokott lenni, hogy táncoltak, aztán talpon basznak. Támadászat, figyelzel, egy nagyon jön ide. Így jó. Hello.
Úgy nagyon be fogunk szorulni, faszom. Amana. Jövök híjjebb. Amana kúj. Remi Demi. De crazy? Az egyik megy ki teljesen szélre. De három. De valahol itt van kapu, mert én tölteni akarok. Ó, hát ez van legközelebb, ami hátunk mögött. Uh-huh. És itt majd értek is lesz. Uh-huh. Utána menjünk a 9-be, Gálfa, jöttünk a 9-be. Így van. Ez volt a cél. Én dugig vagyok, ti hogy álltok? Én is. Megesett az ulti. Hát nekem még kéne ölni egy keveset. Egy hangyafasznyi hiányzik még hozzá. Attention, leaving dark zone. Rákklémér, hátizsá. Rákklémér? Rákklémér. Ú, baszik, mennyi lezárt csomag a kurva anyját. Várjatok, mert ezt ki kell nyitogassam, mert dugig vagyok. Ez a picsával van neked olyan sok, nekem csak három darabom van. Hát itt a kimentésben van nekem. Hát mindegyik izé, mondom én is. Lila. Mindegyik lila. Mm-hmm. Szerintem, amikor kimentem budizni, akkor ti lehet, hogy kiszedtétek, én meg nem. Na lehet. Mehetünk, köszönöm. Transmission jammed. Proximity coverage only. Jövök már. System rebooted. Emlékszel, küldtem neked a linket a múltkor, hogy crazy, hogy milyen társast vettem. Ma megint játszottunk vele, bazdmeg, ez a játék, ez kurva jó. Igen? Fú, nagyon durva. X-Wing. Miniatures game. Vannak rugók? Gyertek csak. Csak nem, te is nyomod. Én most kezdtem bele, vagy egy hónapja találtam rá egy videóba. Nézegettem, hogy mit csinál a csóka. Aztán nézegettem még további izéket, videókat, és úgy megtetszett. Hát mondom, akkor megveszem az egyik alapszettet, aztán elkezdjük. Két gyerek meg ott van kint, nem tudom, mit csinálnak ott. Kipróbálom játékban, és aztán, hogyha bejön, akkor hát meg ráfekszek. Hát vigyázzatok, aztán meg megtudtam, hogy világbajnokság is van belőle, bakker. Nagyon durva. Szép. Egyébként megölt a mob megint. Ezek jöttek ránk rugózni. Ez áll láda. Itt van. Itt van. Van 13 kulcsom. Csak felvenni nem tudom ezt a sok szart, mert dugig vagyok. Hú, már is. Várjál, betörök, mert a zöldet nem hagyom. Mert ti is árultok olyat? Fox. Nem, csak ugye szerepjátékozni szoktam, és... Aha, szerepjáték, aha. Te vagy a rendőr, az azt mondja, hogy az Ápolyi néni, mi? Nem az a fajta. Nem. Kedves Krézi. Ő visszerelőnek öltözik be. Hallom, elmúlt a csapat. A visszerelő én vagyok. És akkor van a brigádban. Hát ők nem csak ezt csinálják, tehát nem csak X-Wing, de... Olyan táblás játékokhoz rengünk külön festés, lapfolyam meg ilyen mindenféle.
Hát igen, néztem azt is egyébként videóban, hogy nagyon durván meg tudják festeni emberek ezeket a csöpp műtyűr szarokat, de olyan aprók ezek, érted, hát, hogy hogy a faszomba. Az kurva jól az le tudják durva, festeni. Az a durva, hogy úgy képzeld el, hogy ezen a, mit tudom én, most nem tudom, hogy szány centi, 5 centis ilyen figurán, a csávó a világbajnokságon, az övére ennek az 5 cm-es figurának az övére egy ilyen tájképet festett. Jézusom. Tehát, hogy vannak ilyenek is, akik ilyen mikróba izetolják. Nagyon komoly. Hát de az bozzanak, hogy érted, hogy mit tudom én, hogy... Oké, itt kimenni. Hogy... Miért azt akartam? Nem tudom. Az egyetlen bajom egyébként ezzel a játéka, hogy ez is Pest központú. Tehát az szinte a játékosok 90%-a pesti vagy Pest közeli. Igen. Azt nagyon nehéz játszani valakivel. Tehát, ugye... Akkor kivel szoktál? Barátnőmmel. De mi csak kétszer játszottunk. Ma játszottunk meg, amikor megjött a cucc. Hát ha ő bemondja egyszer az unalmast, akkor felkötöm magam, mert itt van megporosodni. Már röhög, hogy ha-ha-ha. Lesz egy zsaroló alapja. Na majd tudok tele? De miben fúrra a játék? Milyen játék ez? Majd tele vagyok. Hát a magyar megfelelője az, hogy X-ünk táblás játék, erre keresem. Nem vagyok tele, bocsánat. Vagy figurás Szintettem játék. Pálat. Akkor gyerünk. Várjunk meg. De én meg tele vagyok benne, most hova mentek? Szedjél szét valamit. Hát ez nincs semmi. Tényleg, ne menjünk már úgy le, hogy izé nem... Mentsük már le. Ja. Jó, akkor mentsük le. Vagy mentsük ki. Na. Ha megint ott lesz az a 6 tonnányi lút, azt nem megyünk vissza érte. Mindig ezt csináljuk. Még ezért sem mentünk vissza a tüzesekhez. Hát erről szóval beszéljük. Vagy 6-7 lút. A végén baszik nem fogunk látni a térképen rugót, mert minden lút lesz. Ez egy olyan társas egyébként, Dave, hogy ilyen kis mini makettek vannak hozzá, egy ilyen kis táblán, talapzaton, és akkor vannak rá mozgássablonok, meg kocka, ilyen spec kocka, ilyen 8 oldalú kocka, amivel dobni lehet, és akkor hát tulajdonképpen ilyen légiküzdelem, vagy űrküzdelem, vagy űrcsata vadászgépek között, a Star Wars-os vadászgépek között. Jó, akkor most már vágom melyik az. Láttam jó múltkorában. Kurva jó egyébként. Egy hibája van, hogy rohadt drágák a hajók hozzá. Igen. Hát, mert vannak hát az nem olyan. Vannak ilyen nagyobb hajók, azok kurva drágák. Hát, főleg most, hogy megint visszaért a Star Wars. Hát persze. Hát én, ez amit én megvettem, ez az alapdoboz, ez is a... 3D nyomtató és kifested. Igen, hát igen. Mivel fantasztikus kézügyességem van nyilván, ki tudnám festeni, és mivel 18 millió 3D nyomtató van a környékemen, nyilván kinyomtatni is ki tudnám. Hát de már vissza foglalkoznak vele. Már lehet foton PZ lehet kapni. Hát kapsz ilyen 2-300 ezerért már kapsz egyet. Hát igen, gondolkoztam is a minap, hogy veszek vagy ötöt, mert... Eselibe, Vizébe, Raidbe, meg a faszok, hogy amiben veszek. Ezt a faszom sem fogja az ablakást venni. Építek egy házat 3D-s tőle. Ja. Kinyomtatsz egy házat, ennyi bazdegy. Hát ennyi. Na, plusz le, bazd. Ez különben nem ilyesség, mert már van. Már nyomtató. Mm-hmm. Van nyomtató, láttam, igen. De azért még nem bíznék én abba a házba annyira. Hát az az igazság, hogy 3D-s nyomtatóval nyomtattak izét is. M4-esnek a lower receiver-t, az alsó tok részt. És nem is tudom, valami 600 lövést kibírt úgy a fegyver, hogy nem ment gajra. Az szép. Ami nem rossz egy 3D-s nyomtatótól. Ez azért komoly. Jaj, de úgy, a többi alkatrésze az eredeti volt a fegyverből. Haverom, ezért csinálta most meg 3D nyomtatóval. Volt osztálytársam a vasembernek a maszkját. Itt van diftek gyerekek, miért mentek? Úgyhogy majdnem ezért életűre. Ha? Bele is építették amúgy. Mert hát nem tudom, hogy tudják ezt a szabadalmaztatni, de azt mondta, hogy akár egy vödörbe is bele lehet építeni,
olyan, mint ilyen hajlékony, végül is, ha azt nézem, LCD képernyő. Uh-huh. De ilyen fúliára, mert ilyen bármire azt mondta, hogy bele lehet tenni, rá lehet tenni. Úgy, ahogy a vasember filmben is volt, hogy a sisakbort látott minden adatot, mindent. Hm. Ezért most a tűzoltóknak, meg a katonáknak akarják eladni. Olyan, na, ez a szám, ez volt vele, és ez Eminemnek melyik szám? Életjelet, ezért lát vele meg ilyeneket. Érted? Nem tudom, Mária. Hangosan kell venni, alig hallom. Én is bekapcsolom. Eminem, nem? A sógorom nagy fanja, de ez megtetszett múltkor. Van benne egy ilyen, kórus, azt tetszik. Azt hiszem ez lesz, amikor egyszerre énekelnek talán. Till I Collapse. Hát ha összejön amúgy ezének, volt osztálytársamnak az, hogy meg tudja fogni az... Szabadalmasztani tudja ezt a sisakot. Meg vagy a katonaságnak, vagy a tűzoltóknak, vagy mentősöknek is akár kell ez a sisak. Hát abból az szerintem az könnyen jó. Milliómos lesz. Uh-huh. Most érted, azért tűzoltóságnak is mi durva lenne egy olyan sisak, amit ugye elméletben már kitaláltak, meg már végülis gyakorlatban is csak a pénz háttér, ami még nincs meg rá. Ott volt a Google is, nem használtam. De mi a sisak? Figyelj, az, hogy tűzoltóknak beépítenek ugye a sisakjába ezt a fúliaszerit, amit mondtam, és látja hőfokot, életjelet, minden például, érted, egy ház. Mert ahogy megy... Az komoly. Nem kell keresnie a embereket, hanem látja ugye a sisakon keresztül az életjelet, minden. Az komoly, bakker. Csak most vagy a hadseregnek tudják amúgy adni, mert ők használnak szerintem leghamarabb, csak nem a magyarnak. Hát most annyit mondod, hogy a amerikai hadsereggel amúgy e-maileznek. Hát azt tudja, ki használna. Csak az amerikai hadseregnek kár ilyeneket adni, bazd meg. Meg az orosznak is. Hát, jó, de mit csinálsz, érted? Kinek adod el, ha meg belegondolsz? Hát hadseregnek nem adnék. Jó, és sok háború van, akkor inkább bajnok, aki életet ment. Adni, de ha a tűzoltóságnak stb. Meg nem kell, akkor ők tudnák legjobban hasznosítani, mert akkor képzelj el egy ezét. Képzelj el például egy földrengésbe, mely egy földrengés szenvedett országot, ahol ugye menekültek, faszom, túlélők van az a... Igen. Azért lenni a tűzoltóknak, vagy mondjuk a rendőrnek egy olyan sapi, amiben igen. Ugyanúgy van ilyen izé. Azért őnekik se lenne rosszul szerintem. Hát ez ugyanolyan, mint a magyar gyerek, tudod, gyerek, hát apám lehetne. A faszi, aki kitalálta ugye a átlátszó ruhát. Hm. Magyarán, hogy átmegy rajta a fény, azt nem tudom, láttátok, nem? Annó volt a fókuszba. Olyan kabát felveszed, azt magyarán megtöri úgy a fényt, hogy átlátsz rajta. Komoly. Láthatatlanná tesz magyarán. Szerinted azt nem használják, mert körülbelül 4 éve volt. Tudi. Azóta teljes csend van róla. Erre a számra vágtam össze az Alien Colonial Marinesról egy montást. Tetszett ez a szám. Hát még nagyon sok olyan találmány van, amit azt mondják, hogy amúgy filmekben általában, amit látsz, az... Jó, nem az ilyen sci-fi filmekben, de akciófilm, stb. Hogy az már általában meg van valósítva. Mm-hmm. Ami ilyen ezének látszik, hogy fú, de jó lenne, ha lenne. Csak ott van, hallod, magyar találta fel például most azt is, hogy a gumikat ugye darálják be, basszák bele aszfaltba, azzal aszfaltozzák az utakat. Mit csinált a magyar állam? Hát nekünk biztos, hogy nem kell. Hozzá. Mit csinált a feltaláló, mert amúgy ez pont a egyik ismerőse ennek a gyereknek, aki ezt a sisakot akarja szabadalmaztatni. Megfogta, kivitte Németországba. De ugyanez van az ezével, a önszintező aknafedelekkel. Nem tudom, jó, de nálunk azért nem kell ilyen, mert az útépítésből lehet a legtöbbet lopni. Igen. Jó, de például ott van a önszintező aknafedél.
Az is kibaszott nagy találmány, ugye megsüllyed egy picit az út, rögtön majd rá szintezni magát, nem az van, hogy miért kocsival, mintha vonattal menjél, tüdü. És az is mi lett, el akarta adni magyarba, nem kellett senkinek, eladta németeknek. De még aztán nem láttam olyat itt. Még nem? Hát nem. Nem tudom, hogy most az érted, hogy mikor lesz majd beépítve. Lehet, hogy Tesla-nak Németországba kezdték, az volt a híradóban. Németországban már van olyan rész, ahol lefektettek ilyen indukciós kábeleket. Igen. Ami, ha elmegy felette a Tesla, tölti a lapot. Az kérdezi durva getik. Komoly. És már meg tudsz amúgy venni egy Teslát 10 millió forintért. A Tesla most harcba akar szállni a ezékkel, benzines autókkal. Inkább 16 millió az, de az csak az alapautó. Hát az alapod, jó, de már gondolj már bele. Ha most belegondolsz, hogy 10 millióért megveszel egy Teslát, ingyen tankolod. 10-ből nem jön ki, 10-ből nem jön ki. Jó, akkor legyen 16. Jó. Hát ez sem teljesen igaz, hogy ingyen tankolsz, az államot ki kell fizetned. Ne, még ne, ingyen nem. Tankol, ingyen tankolsz. Most ingyen tankolsz. Hogy? Hát már most van a töltőállomások. Hát igen, de most teljesen ingyen van. Egy idő után erre gondoltam, mert nyilván hát otthon töltesz el. Otthon nem, hát otthon van. Nem, hát de hülye lenni otthon tölteni. De ha már van Teslád, akkor van napelemed, és hogyha napelemed van, akkor... Jó, igen, van, akkor meg már ingyen töltöd. Extraction of cargo now in progress. Ez bonyolult, de én azt tudom mondani, hogy a japánokhoz képest el vagyunk csúszva egy 200 évvel. Ja, nem persze. 500. És most nem a Tesláról beszélek, mert azt mondom, hogy amerikai, de hanem a japánokhoz képest. Ott kívül... Már fakult se többi? Hát nem, hát ott izé van, érted, önműködő járdák. Tehát, hogy nem izé, nem mozgó lépcső, hanem mozgó járda. Érted? Jó, ahhoz nem kell menni Japánba. Hát jó, csak mondom, érted. Menj el Dubajba. Hát olyan Amerikában ne legyen. Mert dagadtok ki, akkor hát még jobban megy. Hát a dagadtak a rígy is ré. Gondold már ebbe az meg, rááll a járdára, bemondja, hogy a McDonald's. Elmegy a McDonald's-ban, megeszik a 4-5 hamburgert, meg 3 McRib-et, azt vissza rááll a járdára, hazaviszi őt, azt ledöglik. Azt pedig, az a 3500 kalória, az megmaradt bennem, Péter. Pedig ez nem tudom, láttátok már a videót az éről, Dubájról, hogy milyen járda van? Ki átküldjem. Nem tudom, milyen járda van, de azt tudom, hogy Dubajba tudsz bankautomatából arany rudakat kivenni. Felvenni. Úristen! Nem gyöngyű. De azt meg tudod, hogy miért vesznek fel arany rudakat? Már van különböző egy német bezsien, csak nem gyakori. Dubajban minden automatánál tudsz kivenni. Minden automatában tudsz aranyat. Passa. Olyan hát, járda van, hogy arany, ahogy lépsz rajta, úgy ezél, úgy villan fel, vagy hogy mondjam. Na melyiket kérek, és hova még sok láda? Jelenleg csak. Nekem 10 per 30 vagyok én most. Akkor itt van diptek. Jelöltem. Jó. De az lent van, vagy hol van? De nem. Fent a vissza. Már azért mondom, ha most meg megnézed, nem a japánok vannak most legelől. Vagyis hát persze, tudomány, vagyis úgy értve ország szinten, Dubáj van legelől. Kó, van a legtöbb ilyen nézői találmány. Ide gyere Beretta. Kokko Jumbo énekel. Úristen. Láda amúgy. Most nem tudom eldönteni, hogy ez a drogozásra inspirál ez a zene, vagy arra, hogy vegyél Coca-Cola-t. Arra nyisd ki a ládát. A fucking ládát. Minek nyitjuk ki a ládát? Semmi nincs a ládában. Igaz? Nem tanultátok már meg? De akkor minek veszünk kulcsokat? Én nem veszek. De minek indítod el a játékot? Semmi nincs benne. Így van. Semmi udonság nincs benne. Mindig a szállt a báj. Menjél már aludni, nem keresnek. Én azért játszok ezzel a fossal. Felkerültél a listámra. Mert tetszik a kockás ingem. Te szülye. Ez a folyadékos mozgás ebben a játékban. Hogy szállt a karakter. Meg kivették most megint a fog. Kivették a mozgást belőle. Az 1.8-as mozgás bekerült az 1.7-es patchbe. Véletlenül, de ezt is, hogy... Hát. Amikor ezt így megszólaltak, hogy véletlenül került bele, hogy a faszomba kerül bele véletlenül? Ha ráhagyzizom a monitorra, az tiszta takony lesz, az a véletlen. Hát nem figyeltek oda. Tudod, hú, bazd meg, benne maradt a pendrive.
1.8-as frissítéssel. Az ment fel. Nem biztos így volt. Te figyelj már, Tibike, hol van a pendrive? Melyik? Melyiket odaadtam a múltkor? Benne a képben. Mert vannak tanulók, tudod? Ott Ubinál. Ha Ubinál vannak. Csak azok vannak szerintem. Én nem más nincs csak tanuló. Hát egy szakember van, szerintem egy szakember lehet. A többi mind tanuló, tudod? Mert most újjákat tettek fel, mert a régiek ugye már vannak küldve. De nem rúgták ki végül is a csapatot, én úgy hallottam. Nem, lesz a módon. Áthelyezték őket az ére. Közös megjegyezés. Projektre. Milyen projektre? 1-8-ra. Nem 1-8-ra. Pedig mondták, hogy milyen játékot fejleszt most az Ubi. Húha. Destiny? Ne, azt nem az Ubi fejleszti. Nem. AC. Azt nem, azt sem tudtam. Assassin's Creed. Ja, lehet, AC, igen, AC-ra fagytették rá őket. Arra szarra? Az is ugyanolyan szar, mint ez. Nem mély szar, nem láttad az új részét? A mostani az biztos jó lesz. Nem tudom, a régi is tele volt buggal, amikor kiadták, az még annyi bug volt benne, hogy nem lehetett játszani vele. Bug. Bugzanak, mint a nyula. Nem bug. Bug. Bugot mondtam, mi? Mit hallasz? Bug. 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 Bug, bazd meg. Bug. Bug. Bugnak ejtjük a bugot, ami buggal van írva. Úgy hallottad, hogy azt mondod, hogy bug. De jó csinál. Igen, bug. Jól meg bug. Jól meg buglak. Meg buglak, bazd meg. Teli van buggal. Bugval. Na, menjünk. Itt is van még liftek. 1200 darab. Ó, lila. Hát bácsak, hagyjuk itt. Tudom, hogy benéztél az autóba. Ah, tudom, itt szoktam bejárkálni. Itt a lifteké, meg a... Következő itt lesz majd a másik oldalt, meg ott a... ezén is. Ott a rejtek mellett, rejtek hely mellett is van egy liftekes. Ha ránézz a térképre, oda is szoktam menni. Meg ami most ki van jelölve, oda is. Meg visszatérve még amúgy erre az elektromos autóra, stb. Amúgy ott van hidrogénnel az autó, ami menne hidrogénnel. Nem hiába nem hozzák be. Igen, túl olcsó lenne. Abban nem tudnának pénzt csinálni belőle. Miből? A vízből? Igen. Hát volt. A világ legnagyobb biznisze jelen pillanatban a víz, ezt csak úgy megsúgom neked. Értem, hogy mit mondasz, még de most úgy is, nem sőt, tudni és egyre drágább lesz. Manapság már ott tart a vízára, mint a ízű benzinért, csak nézd rá. Egy ásványvízre. Egy ásványvízre? 90 forint. Hát igen, de az nem ásványvíz. Az nem ásványvíz. Az nem ásványvíz, ez jobb, hogyha megnyugtatlak tégét. A halott teljesen nyugodt voltam eddig is. De most megnyugodtam. Én a csapvizet szeretem, nem az ásványvizet. Azért mondom, a csapvíz meg ihatatlan, mert tele bosszak klórral. Hát, felétek. Mindenhol, felétek nem? Azzal tisztítják. Falun nem bosszák teli klórral. Szólnak amúgy klóros, de falun nem bosszák teli. Jaj, jó. De a hegyi vizet iszod. Aha. Forrást. Forrás vizet iszta ő. Igen. A faszt. Fjordi Gletscher. Hát minimum. Úristen. Hát de úgy kivagytok ezzel a vízzel, vagyis fogsz. Nem mindegy, hogy mit iszol. Én nekem, nem. Ha ízlik egy víz... Ugye szar lesz belőle. Nekem sem mindegy, hogy mit iszol. Nem mindegy, hogy mit iszol. Kurvára. Na, az az egyik legfőbb. Mert te milyen vizet iszol? Fogsz. Igen. Ez lenne a következő kérdés. Én is azt akarom. Melyik ásványvizet iszol? Melyik az, amelyik jó? Tehát amelyik tényleg jó. Hát háromféle van. De nem igen? Mondok márka neveket. De mondjuk. Mert én szeretem az ásványvizet, azt is kérdezem. Mert én csak azt hiszom. Csak azt hiszom. Én tudom miért. Nem szeretem a csapvizet. Nyomd már le a faszom Twitch-et addig. Nyomd ki addig a Twitch-et. Nem tudom, én most játszok. Akkor a kezdőbetűje, onnan kitalálom. Vagy megírom a csoportban. Jó. Mondjál betűket. Én csak el. Barkóbázzuk ki, nem? Na, mondjad már. Személy. Csak... Élőlény? Meghalt már valami? Nem, meghalt. Az a remese lesz, fogalom, a remese ásványvíz. Milyen? Nem, én tudom, hogy a Szent Király. Ez... Tudja, hogy azért nem mondja meg egyébként, hogy idegöljünk meg, ő meg túlélni. A Szent Királyival nincsen probléma.
A turálkozó! Na hát azt a Szent Királyt is megkapod, milyen olcsó. 120 forintért kapod üvegét. Még van a naturálkozó, a Jana... Játékos helyzet kimentésre. Tedd ki a Twitch-re, hogy ez a játék, promóciót tartalmaz. Jó. Nekem még láda kellene, négy ládám van, még kell. Jó. Amúgy Jana. A baba víz. Az finom is amúgy, én szeretem azt. És ez mennyire, az drága sokkal drágább, mint a... Az se drága, itt szólnokon, vagy nem tudom, hogy miért mondja, hogy drága. Az mit jelent, hogy figyelj, nem olcsó? A másfél literest veszem itt, azt mondja, hogy 2.30 ér. Hát az drága. Az drága, jó. Hát, hogyha megnézed, hogy vízért 230 forintot adsz másfél literért, ahhoz képest drága. Jó, de ha átfolyást számolsz otthon, hogyha a csapvizet engeded, mennyit fizesz literért? Abba gondoljál már bele, hogy naponta hány liter vizet fogyasztasz el. Legalábbis jobb esetben, mert amennyit kéne inni. Főleg nyáron. Legyen, 3,5-4 liter. Na, az mennyibe kerül? Na, 3 liter. Akkor 500 forint. Na azért mondom, az vissza szorozz akkor le, izi nézd meg, hogy izi kocsira mennyit költöz benzinre, és számolt ki. Ugyanott hát vagy. De jóval, jóval többet. Ne, ezt ne úgy számolt fogsz. Meg, hát, meg hányan vagytok a családban. Mennyi vizet iszol? Meg hányan vagytok a családban, érted? Meg kocsira csak egyszer számolsz benzint, viszont ha négyen vagytok a családban. Ketten vagyunk a családban. De most én speciál. Jó, de ha most 100 kilométert gyalogolsz, mennyi vizet iszol? Így van. Nagy. Úgy számoljad. Na látod. Akkor már most még drágább a víz, mint a benzin, hogyha azt veszük, nem? Tehát többen isznak vizet, mint vezetnek. Na, akkor ilyen, erre akartam mondani. Víz az kell, az élet. Hátul van diftek. Persze, hogy kell. Biztos, hogy amiatt lesz még egy háború a víz miatt. Víz miatt nem hiszem. Dehogy nem. Már most is kibaszott kevés a édes víz készlet ahhoz képest a világon. Amennyi kellene. Amiatt lesz a következő háború. Jó, fejezd be! Nem az miatt lesz. Nem, az atombomba. Korea miatt lesz. Hát, az meg nem tudom, mi a kurva anyjukat szarakodnak Koreával, az meg. Beküldenének két egységet, két amerikai egységet, Rangereket beküldenék a... Hát Korea teszteli az atombombáit, ugye? A Trump meg megfenyegette őt, hogyha ezt nem hagyja abba, akkor atombabát fog már mikor, hát? Hát jó. Már a hét elején. Hát jó. De sem mindegy, mikor. Három atombombát baszhattak volna le. Hát ja, dobálják is. Trump az küld is, állítólag. Küldi az apja faszát. Baromat. Ha elkezd itt egy atombombát küld Koreára, na onnantól kezdve lesz a harmadik világháború, az biztos. Uh-huh. Akkor elkezdi ott az egész világ. Akkor beszáll Oroszország, Kína. Igen, mert főleg, hogy a hogy elméletbe mindenki ugye az atomfegyvereit elméletbe, vagy mi a faszom? Hirtelen akartak én mondani. NATO szerint elméletbe senki nem használhatná. Jó, Magyarországnak is van passzív atomfegyvere. Szóval saját magunkat paksot fel tudjuk robbantani. Annyira jó. Amúgy meg ha belegondolsz, Paksra rádobnak egy sima kis bombát. Dehogy dobnak, ugyan már minek dobnának, amikor messziről leállítják a faszba. Hát ne vicceljél meg. De hát ez meg a másik, igen. Meg mi a fasznak bombázzanak le minket, amikor beküldenek öt embert, azt elfoglalja az országot, hagyja. Magyarország nem fogja bombázni. Sokat mondtál. Magyarország nagyon fontos. Magyarországon... Melyik Alaszkában, leghidegebb. Most ezen röhögni fog Krizi. Fontos. Kibaszott fontos. Bizony. Hát igen, azt én mondtam, hogy fontos. Víz, legtöbb igen. Édes víz készlete van Magyarországnak. Abban. Igen. Ha meg ásványi anyagok. Ha területre nézzük a izét. Más miatt is fontos, de ezt inkább nem is mondom, jó, mert lesz már meg egy akarom elkezdeni. Nem, minket úgy hagyjanak így, itt kerüljenek ki, ők ott a háborút kassanak, mi el vagyunk itt magunknak, nagyon jó helyen vagyunk. Elmondjam, hogy miért fontos, itt vannak a legszebb nők a világon. És akkor... mindegyik kell Dubájba. Azt mindegyiket meg fogják erőszakolni.
Mi vagyunk olyan szerencsés helyzetben, hogy mi erőszakolhatjuk őket. Úristen! Végre egy jó zene. Amúgy tényleg hát, nézünk. Nem, hát, mert ez is most jött eszembe. Hogy? Ha magyarban vannak a legszebb ötlőjön, kimész németbe. Azt a kecsőt. Aha. Most összeszedsz egy német nőt. Szebb hát. 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 Meguntam a magyar nőket, mert mind buzi. Kivét, ja. Kivét említ. Nőket kellett volna keresni, nem férfiakat. Azok nem buzik. Azt így mondom. Jó, nem úgy értem, hogy buzik. Basz meg, nem tudok már betörni azt a kurva. Értettem amúgy, igen. Csalódtál bennünk. Hát nem, elegem volt, igen. Elegem volt a magyar nőkben. Amúgy, na. Azt pont amúgy megértem. Hogy miért. Majd elmondom neked, hogy miért. Hogy én... Hát, valahogy gondolom, Frézi, most így laikusként is. Ahogy így belegondolsz a helyzetedbe. Amit tudok így erőlad. Alán vágja azt a kurva. Ki vág alád, mit? Hát a... Dave. Satganos a izjét. Sokkot faszom. Nem vagy pervert. Gyertek itt a boss. Gyertek itt a boss erre. Nézd már, boss meg. Leütötte. Szedjen már föl valaki. Tedlek. Kösz. Melyik volt az jelten? De fullon vagyok. Én is. Én is, hogy kaptál felszöbbi dolgot lenni. Péter, se nem megyünk át kipróbálni ezeket? Nem. Én unom a farmhouse-t, akkor én... Kaptál egy magányos csillagot? Én ezután ellépek, hát meg a PTS-t, megnézem meg. Nyis. Felejtsd el, jó? Nem felejtem el, átmegyek. Nem, ne felejtsd el. Igen, még kárdit kell, mondtam. Jelölj ezt a kimentést! Nem akarok itt felejtsd. Crazy. Megyed már PTS-t. Lemerült az elem a Jedi képességedben, baszol. Már nem tudok ráhatni, mi? Aha. Meguntam ezt a farmhouse-t, ez nem van. Szarok rám, okay. Majd izé, 5 nappal később lesz meg a fullos izém. Úgyis bent leszünk a DZ-ben, tehát hogy így... De nem 5 nappal később lesz meg. De akkor 120 nappal, az se érdekel, érted? De nem 120 nappal. Nem mentem a telem a tisztekkel az így. De nem vagyok tele, kevesebb van, mint nekem izé, vagy neked. Nekem biztos nem. Tehát hogy nyafogni fogsz. Nekem van kevesebb, mint bármelyik kötöknek, de nem is érdekel. Valamint azt mondtad neked, már fullon vagy. Te megmondtad, nem? Az én volt. Igen, ő mondta. Engem nem érdekel ez ilyen, úristen. Érted? Majd lesz, majd kiesik, érted? Vagy nem lesz. Hát nem lesz, úristen, mi lesz? Úgyis kitalálnak valamit, mert mindenki... Csak akkor még idegeskedni fogsz, mert nem fogok idegeskedni, mert hidd, elmondom, hogy mi lesz. Elmondom, hogy mi lesz. Elmondom, hogy mi lesz. Tudod, mi lesz, öcsém? Elmondom. Hogy mindenki sírni fog azért, hogy izé, hogy nincs, nem, hogy nincs főni, vagy mi ez, divtek, főleg a noobok, és beraknak majd egy ládát, vagy lehet majd vásárolni. Szinte 100%. Ezt előre igen, megmondom. Igen, értek egy ilyet, hogy igen. Mert így 50-et összeszedni, horribilis idő, érted? Horribilis. Igen. És akkor abból egyet tudsz optimalizálni, ami ugye... Csak kicsit emel az értékeken. Vagy nem, de az horribilis, az 50, horribilis. Vagy lejjebb viszik, mert ezt nem számoltak át. Tehát, hogy itt 50-et összeszedni, kurva hosszú idő. Meg a pénz is elég sokat elvesz az én úgy. Igen. És nagy lesz sírás, rivás, át fogják vinni, mit tudom, 25-re, vagy tényleg lesz egy olyan láda, úgy, mint most, amit beraktak, hogy nyersek. Megveheted DZ-ért, vízért, vagy pénzért, vagy mindegy. Mert mit görcsölünk itt órákig, hagyjál már, de hogy én nem akarok görcsölni, kell megyek. 1080 fébe teszed fel a videót, te nagyon állat. Az jó, nem? Hát ugye jó. És ha valakinek lassú a nete? Hát az kit érdekel. Megnézni. Hát és ebben nem... Kinek van már lassú nete? Az meg nem néz... Akinek lassú nete van, az nem divisionozik, ennyi. Meg az nem nézi azért Twitch-et, mi? Így van. De mi, hogyha most... Ezt nem értem. Hogyha ő veszi föl... Kölyebb ide venni jó minőségbe.
Nem bírja lentebb venni az ember, más nem tudja csak 1080p-be tudja megnézni. Hogyha kisebb az mi van? És a streamet mondod, mert az utána tehát fennmarad? Érted? De a YouTube-ra, amikor felrakom, ott állítható. Igen. Nézd meg, megütött a csávó. Baltás egyet ámított és majdnem megölt. Nincs benne. Ne nézd, de hogy melyikre vagy kíváncsi, Fox? Ott az a horda mód? Vagy ez a mobozó? És mindent. Aha. Ezeket nem is tudok kipróbálni. Melyiket? Hát nem azt mondta a csávó, hogy nem. Hát én már ma a térképen voltam ott azon a részen. Én is oda el akarok venni kipróbálni. Nem jössz? Lehet, hogy átnézi. Nem rossz amúgy, tehát mész ott a pályán, és akkor lelősz mit. De én azt hittem, tehát, hogy durvábban fognak jönni mobok. Most jön, mit tudjam én, egyik oldalra jön. Ja, az hogy adja be? De az még nem az a horda mód. Az még nem az? Az még csak a... Akkor csak ilyen szabadkóborlás szerint. Igen. Az egy külön terepen lesz a horda, ugyanott, ahol a PvP megy. Ja, akkor csak az tér ki. Aha, értem. Hát végül is... Hát utána tankolhatnánk, mert csak 300 az túl. Az ötödik fokozat nem lehet túlélni az ötödik fokozatot. Ja, akkor ez csak ilyen izé, de itt is úgy vannak ott jönnek egyfolytában. Mész, és akkor ilyen... Mit tudjam én... Van három mob, és akkor utána jön megint mellé, mit tudja, öt. De ilyen vegyesen jönnek. Tehát, ügyes a térképen. Lesz ott négy boss, vagy öt boss is, azt hiszem. A horda módba. Akkor ez még csak ilyen szabad kóborló szut. Ja igen, és az a legjobb benne, hogy mondták, hogy nem fog kétszer ugyanabban a sorrendben jönni a hullám. Mindig váltakozik. Hát akkor ott gyorsan meg lesz az achievement. A diftek. Vagy az. De amúgy vannak ilyen, hogy bent voltam reggel, és akkor olyan van, hogy fedezékből ölj meg, tudjam én, 10 ilyen ellenséget, vagy mi volt még? Hú, várja. Vagy hogy 10 méteren belül ölj meg megint 10 vagy 15 ellenséget. Ezt csak egy számot, és akkor azért külön ilyen ládát kapsz. Az fajn lesz. Mondom, jó, hogy benn van a izé is. Mondom, hogy elmegyek így, megyek így az utcán, és hallom, hogy megy az a zene, mint ami ment a diszkó. És őszintén megmondom, hogy egyelőre semmit nem fogok izé feljebb upgrade-elni, hót fölösleges. Még senki nem fogja tudni, hogy melyik szett a baszó. Maximum a fegyvereket viszem maximumra, ami nálam van. Semmi más. Hót fölösleges. Mire összegyűjtjük a izét, az a nyersanyagot, vagy a megfelelő buildet, amit majd akarunk meg összerakni a csapatnak, addig én úgy látom, hogy én nem fogok semmit ízelni, így kimaxolni, minek, semmi értelme. Mondjuk ebben van valami a... Semmi a értelme, azonnal, kint van a reclaimer, most ráköltök 800 diftek. Ja. Érted, és közben kiderül, hogy a legszarabb szett, ami... De diftek tudja, hogy kelleni fog, vagy a reclaimer. Tudja, hogy kelleni fog. Jó, hát persze, akkor nekiállsz és elkezded, de érted, eset abból jó is, meg izé, nagyon jó hát igen, is, igen, meg igen, nagyon igen. Szar is. És mire a nagyon szart felizéled, addig elhasználsz 600-at, még egy izé, vagy mit tudom én, 1500-at is mondhatok, körülbelül. Még adott hát, esetben kiesik egy jó. Menjünk kiszeregetni. Csak a fegyvert fogom izé, arra meg bőven csak elég a 700. Foxon kívül a PTS, mindenkinek lent van. Nekem lent van. Jó, akkor oké. Menni akarunk oda? Hát megnézni, akár még egy PvP-t is nyomhatnánk. Megnézni. Na jó, van, akkor menjünk el. Érted? Hát, hogy milyen ott a PvP. Esünk elünk. Hát, ha jobb a szerver, mert én nem tudom, én szerintem laggolok, de nem látom, hogy laggolnék, de úgy érzem, hogy mobok olyanokat lőnek rám. Tudom, hogy amúgy is, de hogy ilyen hirtelen esek le. Tehát, hogy... Nekem mindig ilyen, Fox. De akkor tegnap, mondtad, ez ilyen nincs. Igen, de tegnap, szerintem amikor most fent voltunk, volt tök jó volt. Nekem tegnap volt ilyen, tegnap. Nekem meg a tegnap a vírus miatt volt szar. Abba is hagytam. Hát nekem is meg kéne nézni, de... Attention. Exiting dark zone. Kiveszem a ládába. Könnyem négy. Na, ez is kula.
Nem tudom, de annyira szar az a loot, ezért ez... Botrány rossz. Én nem értem, hogy legelején se volt annyira... Jó, de hogy mostában meg semmi? Én nem értem, én alig látok például LVO-t így. Sehol nem esik, én nem értem. Tehát, hát, hogy nagyon ritkán esni, egy. Nekem szokott nem értem. Esni nagyon ritkán, de akkor a szar, szar. Azon, mm-hmm. hogy... Ezt nem értem. A múltkor ugye volt bent az a jó állag. Azon is hármat kell pörgetni, hogy maxos legyen. Én azt néztem meg. Én azt néztem meg, mondtam már többieknek, hogy bementem reggel a PTS-be, és akkor a magányos szettet fel akartam húzni teljesre. És abból a diftekből, ami volt nálam, az 1000 volt, abból nem tudtam felhúzni az erről egészet. Beszélek, volt fölösleges, tehát egyelőre úgyis majd kiderül, hogy melyik a jó szett. Mert összeállítjuk, tényleg kell egy taktikus, akkor állunk, hogy bizony a taktikusra áll, hogy a taktikus először fölhúzza. Érted? Vagy akár, tehát hogy így kell összerakni a csapatot. Erre csak ezt tudom mondani. De még az is még variálódni fog, érted? Most, hogy bent lesz a Ninja Bike, érted, hogy most akkor hogy rakd össze? Mert benne lesz az összeszed, érted? Ki tudja, hogy mit hozza a hatos alfa? Ki tudja, hogy mit hozza a hatos izé? Érted? Taktikus. Mit hoz az összes többi? Állítólag a taktikus az most még nem lesz benne. Minden, egy nyolcra minden benne lesz, egy nyolcra az összes szed benne lesz. És lesz is hatos szettje? Taktikusnak? Lesz, hát akkor nem lenne ott. Kész, hogy csinálják egy nyolcra. Ja. Na, hát valaki van zsezek. Na, egy pillanat, mindjárt jövök, budizok. Jó, no. És még cigire. Ha nem, akkor nekünk okay. Is hazudtak, vagy nekem. Most ugye az izé lesz. Mi? Reclaimer, őrszem meg a csapásmény. Uh-huh. Azért nincsenek benne a PTS-ben. Igen. Érted, mert itt kell azokra is gondolok, én nyúk. Ja, igen. Hogy... melyik az? Tehát... difteket máshonnan is lehet majd szerezni. Tehát nem csak a DZ-ből, ha jól emlékszem. Mert ugye a PvP-ből ezen a pályán is lehet amúgy difteket szerezni, ezen a új térképen. Igen, tehát hogy a PvS-ekre is kell gondolniuk. Igen. Mert ez így lehetetlen megszerezni ezt sokat. De szerintem, hogy behozzák ezt a izé ládát is, vagy hát nem tudom, ezt a exotik ládát is, de majd ezt is lehet kapni főnixé, szerintem, vagy... Lehet. Hogy abból is esik diftek? Bezzen. Lett egy bravúra. Jajjá. Van két töredék kulcsom. Nem. És ez a rejtett kulcs a bonda. Nézem, mit tudok venni. Tapasztal nekem is valami buzis táncot még. Még egy szaltót. Olyan lassan jelentkezik ki, öcsém. Nem tudom, hol voltam, Kína, vagy mi. Tuti. Na jó van. Köszi nektek a játékot. Amikor. Halihó. Cső. Nézd meg a vidit. Jó. De holnap beszélünk róla. Oké, cső. Én indítom a PTS. Oké. És most se fogok izét venni. Milyen szarokat? Hanem egyszerűen csak bemegyek, azt megnézem, hogy jön.
Érted, nincs türelmem, mit megvenni, be, zzz, át, ki, zzz, e, zzz, be, ki, be, ki. De mondjuk lehet, hogy múltkor vettem egy csomó vizet, azt meg mindjárt kidobom. Így megy gyorsan egy cigira addig, amíg elindul. De mondjuk most szépen eddig beengedett. De ha nem enged be, akkor kapcsol. Szenvedtél amúgy ma vele? Bejutásra? Nem, reggel nem. Nem volt gond. Ezt sértem, hogy nem tudják megcsinálni stabilra. Elmegyek az új rejtek helyre. Uh-huh. Én már bent vagyok, jelentem. Most jött be nekem is, csak szerintem még átpakolom, vagy átpakolom, átteszem másik karakterre ezt a helyért. Nem akarok most ebben lenni. Meg amúgy is PvP-be úgyis felmaxolja a gíreket, hogy hót mindegy, hogyha oda megyünk. Tényleg azt hol lehet választani ezt a PvP üzét? Azt nem tudom, azt a 4v4-et mondod? Ó, azt nem tudom, azt hiszem flash-ig próbálták azóval. Hogy azt mondták, hogy talán olyan sok élete van mindenki, hogy fél óráig lőttek egy embert, vagy hogy... PvE-be sem lehet használni a healt. Kemény. Igen. Tehát először healt kell elnyomnod, a baszó healt. Igen, és csak utána lőni. Na, elég érdekes. Igen, jó, akkor lépek ki a játékba. How is my new favorite customer? When you're ready to buy, I'll be here. Hey, come take a look. Samples you brought back from Abel's are pure gold.
your stuff. Oh, it's calling to you. Remember, you gotta rest some time. We need you. Remember that out there. Itt vagyok. Okay. Ti bent vagytok már? Mindennyian? Mellette is? Még tölti. És tölt még. No agent has joined your team. You are now entering a safe area. Screw this. That Dr. Candle, it's a good job you rescued him. We need you. Te már kalibrál, Sanchi? Hát simán, hát most itt nem vagy semmi, mis olyan értelemben a rendesen. Várjál, nem a főemberre jöttem be, mindjárt jövök. Okay. Elbasztam. Másikra kattintottam. Nagyon szomorú. Van valami Season 1-es bizé, láda is. Megköltsétek el a kulcsokat. Uh-huh. Az nem tudom, hogy micsoda, vagy mi lesz majd. Hol van az? Az újban, a Premium Árosnál. So, what looks good to you? I'm sure I'll see you again. Utolsó M. Rekalibrációs station. Jól néz ki ez a izé, ez a új állam. De van valami nagyobb, nem? Igen, Andrew volt valamiben. Nem tudom, hogy teljesen beszéljél már egy Fox. Miért nem ott beszélek? Nem tudom, én hallok. A nagyobb, hát az izé ott van, Camp Clintonnál van a másik bázis. A játékban hallani. Tényleg hallani a játékban? Szerintem igen, mert amikor beszélsz, akkor hangosabb a zene. Nem hallok zenét, de jó. Ünneplő cipő is van itt. És most hallani a játékban? Na most is hangosabb volt. És most? Most jó. I'll be here if you change your mind. Itt voltatok már fönt? Emeleten? Ó, ott van a házi feladat. Láttatok ezt a kis asztalt? Milyen fasza?
Látjátok a harci feladatot? A szó van. A hol van a harci feladat? A térképen küldetés áttekintése, és van egy olyan VSP. Ez nem tudom mi. Hát majd kint kell lövöldözni, mit tegyem el, nem tudom mi a most a napi azt, nem most az a kóveres, vagy a fedezékből lőj meg ellenséget, 10-et vagy 15-hoz kellett. Ez a daily op hard meg challenge. Ez a napi. Asszal. Igen. Megcsináljuk? Már is mehetünk. Valaki elindítottna? Undergroundba? Oda nem bírsz még lemenni? Én már próbáltam a háromszor. Meg nincs nyitva. Nem az underground, vagy az az? Az az. Hm? Ja igen, az underground, picsába. Azt a harci feladat. Akkor a harcit, aha. Akkor indítsa rá azt. Ki a főnök? Mancsi a főnök. Mancsi. Nem is, de furán nem... Mit indítsak? Nem enged ki ide területre. Miért nem enged azért, mert vagy együtt vagyunk, hogy nyertek el. Ezért indítsd a harci feladatot, a VSP. De azt... Gyere már utána, meg azt nem bírod elindítani, gyere már. Most miért nem bírok itt kimenni, mi a fasz van? Itt úgy már két egyet. Én sem bírok. Mi a fasz van itt? Ami sétáltok. Most ezt nem értem. Akkor repüljünk ki. De... Bezárd a minket, ja Isten! Kurva jól néz ki ez a bázis. Hát ez most itt húrad a mindegy. Mert ki kéne menni, aztán... Kimenni az izére. Hát utazzunk oda. Hova? Nem tudom, valahova ki. Ancsi, nem vágja. De ide valahova. De miért nincs jelölve? Te előbb jelölve volt. Akkor jövök ide, aztán ide futok a legelejét. Lehet, hogy itt kell, de lehet, hogy nem is ide kell. Bekéted a fután. Oh, fuck. Azt mindjárt megváltoztatom. Vagyis, ja. Nem tudom, miért dobja mindig vissza, faszom. Most bejölted? Hát én hiába jövöm, nem fogjátok látni. Jelölje be valaki a harci feladatot? De, most te fogod, mert te vagy a izé lead. Aha. Ja, most utazok oda, hozzád fogsz. Na, jelöltem. Na, most hova? Utazatok ránk. Fogsz-e vagy én rám? Mi van ott? Ott majd még lehet az aranyoska. Várj, inkább beindítom vizéből. De szerintem ez csak season pass-esek látják, hogy nem tudom mi van itt. Miért nem vagyok? Nem tudom indítani. Nem. Nekem nincs. Én season pass-et. Csak a kiegészítők vannak meg. Majd akkor biztos végig kalibrálóz. Gyere, gyere azért. Ott valami csak lesz. Na most itt mi van? Itt a izé, World Boss. De mi mindig csak 4-es fokozatban vagyunk. Hát vagy már Crazy 5-re. De most ki van jelölve az a fos? Elvileg igen. De nem tudom, mit elindítani. Nem tudom ezt a feladatot elindítani. De megnézzük, mi van ott. Lehet, hogy azért nem engedi elindítani, mert Ancsikben van nálam. És nincs passz. Lehet amúgy, de akkor mindjárt addig át... Elmaradj. ...megyek a izébe. Ó, tehát rábúz is még... Mert átváltottad 5-ös fokozatot. Jaj. Most betesz valami rejtek el, fogadjuk. Természetes. Na nézzétek meg, addig érzei. Szüttyögök. Hát, ha így látjátok.
Nem tudom, így se. Most az is érdekesít, hát bemegyek, az kimegyek, kimennék az ajtó, és nem nyílik ki a külső rész. Mi a fasz? De Gemi kinyílt most, estére bezár, vagy mi? Hát este bezárják a tolvajok ellen. Jöttem. Fasza. Betörők ellen. Mi nem mutatja azért? Azt mondja, speciális gránátjaid vannak. Hú, de jó. Egyáltalán hova kell menni? Én azt se látom. Te egy kis pisztoly kiválasztva látod? Térképen. Gyertek itt az új helyszín. Gyere ránk, Hancsi. Mondja. Én már kint vagyok. Na akkor most hova kell menni, Foxra? Igen. Vagy én rám. Itt mutatja, de sehol semmi. Tizenöt tüzét kell megölnünk. Valamit mutat. Micsoda, itt nincs semmi bakker. Gyere már ránk, Crazy. Ne szenvedj. Mi majd írtjuk. Igen. Ez érdekes, akkor ez nem az a feladat. Vagy igen? Ú, de szép! Nagyon szép! Szinten nyolt, hogy mi van, jönnek még, vagy mi az? Mennünk kell tovább. Hova? Merre? Mi van? Te erre gondolom. Vezess! Vezess, mester! Gyere, Máncsi, te meg! Mindjárt megyek, Nord. Okay, nincsen mindjárt, most! Most? Mi az, hogy most? Mostan. Azonval. Azonnal. Na, megyek már. Ugye a csapizok. Ki vettek az új zérésze? Ha valamelyik őtök megvette az új puskát. Én megvettem tegnap a másik karakterre, de ennek nincs meg. Dancsinak megvan. Melyik Alejandro? Akinek olyan erősen megy a fegyvered, ezek hallom. Nekem. Pörög felfelé. Nekem a magányos csillagról, amikor beindul a... Az M4? Ez. Azt hiszem az, aha. Könnyem 4. Itt vannak jobbra is, balra is. Itt vannak még lilák. Hogy mindenfele vannak légy. Igen? Jól néz ki ez a hajó. Ja, meglékelem.
Hagyd a faszba, már tiszta rozsda, nézd már! Ezt már mélybe se vennék benned. De hogy nem hagazsi viszi. Feled menni hajóra? Nem, próbáltam én is meg itt. Hát nagyon szóval. Szinte végignéztem mindent itt. De majd a 1-8, hogyha kijön, akkor fel lehet majd menni. Igen? Igen, mert ott is lesz egy küldi. Ott van egy láda, már látom. Ja, ez csak tankoló. Ide is be lehet jönni, de azt hiszem, hogy tovább lehet menni, de igazából nem. Ez a baj. Igen. Faszom tudja, mi ez a rész itt. Hát a... Gondolom ez valami kiállított csatahajó, azt itt lehet bemenni. Jó nagy terület tényleg. Na, még a végén lehet, hogy jó lesz. Na most próbáld meg lőjést, próbáld magad healen, letakarja az izét. Tényleg, meg a mindent letakar. Aha. Elég fos így. Hát jó. És ez ennyi, hogy vége láthatatlan módon lőjük ezeket a buzikat, az kész. Hát igazából nem tudom, de gondolom itt is lesznek ilyen új valamik, csak még nincs bent. Itt még csak ördökölni lenne. Karvas se! Valamelyiket be kéne tolni ide. Itt vagyok ám most. Uh-huh. Hát azt mondja, hogy úgysem jó. Ó, egy új terület. Hát ez így uncsi. Bevallom, hát nem szégyen, ez így... Jó, és hol van a PvP rész? Azt nézzük meg akkor. A PvP-ben. De tényleg, hát... Hát, ezt most fedeztük föl. Hát... Mi eljöttünk valami pírhez, kikötőhöz, múlóhoz. Te egy facilabda. Mi van? Ja. Belültem egy tálat és nem eresztett le. Jóféle. Szóval neked ugrált? Mert nekem ugrált össze-vissz. Aha. Ez most itt milyen valami park lesz, ja, Clinton Park. Ó, kemény ez a háttérben az a felőkarcoló. Látjátok azt a háromszög alakút? Orta, merre mentek Crazy nézelőre, fölfelé, ez kemény ez a... Na, oda akarok eljutni. Nem engedi a Zubi. Mi csodi? Oh, itt egy dagi. Hello! Dobod difteket vagy mit? Jó, még itt erre. És honnan? Nem tudom. Kukászótó. Hát volt a sniper is elvakított a csim, hogy elkezdtem őt lőni. De jó. Mikor szaladsz, azért lehet hílenni. Igen, abba kell hagynod a tüzelés, semmi más.
Azt mondja. Ezt fel lehet menni? Föl az. Ja, ez lesz majd egy ilyen pont, nézzétek. És ez itt is fel lehet menni. Még van egy mob. Meg ott is van még egy fönt. Meg lent vagy ezer. Hey. Jövünk, Fox. Most még lent van a hillára. Itt az a nagy épület. Jó, néz ki. A snipernak mi a fasz a kabátja? Volt. Mob tenger. Meg bent vannak a falba. Gyerünk. Egy parkoló. Fiúk, hol vagytok? Lent. Ez de jogosan. Mi Kirby? Kill him. Még fel lehet menni a tetőre. Ott van fönn valami láda. Diftek. Remélem ezt lehet valami nagyon extra hardcore fokozaton nyomni. Hát olyan lesz, hogy beszarsz. Nem tudod végig csinálni. Ez nem az lesz, ez nem az a izé. És a horda mód olyan lesz. De ez nem itt lesz a horda mód. Jajó. Hát, szerintem az ugyanaz, mint a PvP emlékeim szerint, de lehet, hogy ezt nincs igazam. Na jó, mondjuk ez a verziója annyira nem jó ennek a számnak. Az eredeti az jó volt. Jól kiírom az ajtót, azt nem lehet bemenni. Aha. De csúszik a kilincsről a kezem. És csak ki. Aha! Ráfeszített izélyt. Ezt a szart. Csak is ebírom nyitni. Lehet, hogy ez is valamihez hozzátartozik. Igen, csak ja. Valami küldetés lesz szerintem. Ha jó. Hát akkor nem tudom, hogy lehet elindítani az 1v, vagy a 4v4-et. Mindjárt megnézem a YouTube-on, vagy megnézem valaki. Nem. Hol gondolom a Last Stand-be kell bemenni, vagy a Daisy, vagy... Last Stand, nem? Vagy a faszom bütte, hova? Hát egy meg kell csinálni valami kis küldet, és csak utána lehet elindítani. Az is lehet. De van még liftek, amit jelöltem? Te figyelj, kis lehet ilyen gyors utazni. Mert harcba vagy, azt írja. Diftek? Minek veszed fel a difteket? Hát, minek veszitek, Istenem? Ott az azért jelöltem meg, mert ha diftek van, akkor ott van még egy ész, ahol nem voltunk kéted. És most felderítjük. Tehát, hogy már voltunk ott és onnan jöttünk az előbb, nem se tudja.
Ó, élőbusz. Itt jártak a terroristák, ezek. Valaki magára robbantott a busz. Azért nagyon szép, tehát szépen meg van csinálva. Faszom. Tudod, itt is lesz valami bad boss majd valamikor? No, nem tudom. Itt a rifter. Csak a civilgetni. Ah, itt az a passzfejű. Hát már a végén vagyunk. Térkép. Itt hagylak titeket. Kiderítem, hogy hol van a PvP. Jó. Oké. Okay. Derítsd. Megint vannak mobok. Tahat lila. Ott maradtál egyedül? Ugye még is halok. De jó, bazd meg. Crazy? Nem akarsz? Nem futok. Nem, az is csak. Kihagyom. Milyen kis ez én vagyok? Kis keci vagyok, mondd ki. Akkor melyik kell neked? Orosz konzulátus. Szeba fes. Csá. Hát kéne logolni a másik karimra. Vagy. PvE karim. Rick Valessi. Basszus Queen jól ráment a accommodation-ökre. Jól ott hagyott. Hát itt van. Itt van? Ah, hát nem voltam kutyát sétáltatni, meg most teszek. És nem akarsz jönni orosz konzulátusra? Mindjárt. És akkor este izélünk? Legendásozunk? Gondolom. De akkor az kiírom izére Twitch-re, ha akarja nézhetni meg. De akkor az izé nélkül, mármint meghalás nélkül kéne. Úgy kéne. A Timescan az tényleg könnyű lenne, lesz, vagy lehet. Timescan az az, igen, az a legkönnyebb. Fakon. Hát a napomról most nem mondok semmit, mert az izébe lett meg, hogy globális bent alatt, hogy kellene volt nehéz. A napom, hát... legendásba... nem tudom. Keményen oda kell figyelni. Nagyon keményen. Safe area. Sky drop claimed. Supply drop sites are clear.
Ja, te közben indítottad? Ez szupi volt. De mi ez a párosítás folyamatban? Ja. Mi az a párosítás folyamatban? Kezdjük kettem? Jó, ja, majd jön fél, hogyha Agent, we're intercepting LMB radio chatter. It sounds like they picked up the immunologist's message like we did. Sweep the consulate and try to locate them. We'll let you know if we ID any likely hiding spots. Na hol? Gyertek utánam. Itt a Last End, az a izé PvP. Ki is van írva? Hogy PvP. Nem utolsó emberek, hanem PvP. Van is? Indíthatom? Aha. Megyek oda. De hova kell menni? Nem ezen a bázison van az újon. Valamint az izé Survivor, hogy bedob vagy mi? Ott azok hozzád fogsz. Akkor is oda menjük. Ezt hogy indít? Hogy indított a bazd? Akkor hozok már valami olyan fegyvert, ami PV, vagy ezért emberre jó faszom. Titan, hogy a skirmish? Meg lassz, az, a skirmish-t indítsd. Mindjárt, jó. Így is. Nem jöttök tabot? Megvan. Megvan. Crazy unknob. Úristen, már 44-esek benne vagy mi? Ne basz. Aha, 44-45. Én meg 24, az hogy? De ha, mi ez? Mi? Ez az izé szerint veszi, nem? Ez a hogy hívják? Melyik karakterrel vagy bent? Úristen. Magányos siló. Last End szerint veszi szerint. Karaktert mondom, mert a 24-es karakterrel szerint, vagy nem? Ja nem, nem szóltam. Úúú, bassz meg. Gyertek, ott jönnek. Úúú, bassz meg. Mi ez te? Úúú, bassz meg. Barulós jön egy. Szerlek? Nem szerlek. Én soha ne szedjék. Hogy az gecit olyan prók vannak, hogy beértünk. Milyen fegyverrel vagytok bent? Vagy valamit legalább hoztunk? Hát úgy tűnik, hogy nem. Ennyi. Az szép volt. Lehet, hogy egy ideje már bent vannak a... Bent vannak a srácok. Mit kell elérni? 20? 20 pontot. 4-0-ra vezet nekem. Oké. Bárra vannak. Hát ezek... Igen, de ez az, amiben úgy tudsz pontot elérni, hogyha a térről levered teljesen a nyomorú után. Azt a kúrva bazdmeg. Kemények. Gondolom azért nem már fel van húzva izé. A szedjük. Hát csak egy picit, Hagyjuk, baszom. Hagyd ez... MP5-tel. Hát ott fogsz, ezért akarom majd izélni. Mindig szedted fel baszogatni. Hát de most hogy kevés pontod is tesz. Itt nincs értelme ide bejönni, faszom. De hogy nincs. Hol vagytok? Hát de most mondom, hogy egy helyre legyetek.
Hát nem bírom őket, bazd meg lelőni, mi a fasz? Ulti nincs, semmi nincs. Na? Gyere, Szulti. Nem megy lejjebb Lovakko. Az életet cserzni. Nem értem, hogy van, már összerakva nekik a szeszhoz. De itt nem él a Banshee, igaz? Tehát itt nincs rúgó. Nem hiszem. Dehogy nem, ezek mindig rúgók. Itt de él a neki... Banshee. Jó. Szerintem ugyanúgy él, mint az év volt. Az 1.7-be. Mindjárt lesz ultim. Ha, jó. Jönnek. Egyetlenül ketten itt a jobb oldalon. Úgyis vannak, mert... hát úgy vannak vele, hogy nézve fogyunk. Azt a kurva, hogy leszed az meg. Nézd meg, geci! Egy meg van. Ja, azt is érdek figyelem, de ha nézést nem tudsz hílelni, vagy nem tudom, mit mája jönni. Hát ez mi? Ah! A szép. Hát ez... hát valami megint... vagy én nem értem, már most komolyan. Ez király. Nem cheatelnek ezek. Csak ez nem a fő. Ez nem az az a új fegyvere? Ja, nem. Ó, én kilépek, mert ez kezd felbasz. Ne lépjél ki! Hát most mit csinálják itt? Mindjárt, na, hát úgyis, még... is, úgyis. Jó, hát még egyet megyünk, az tízim már, mint hogy... bírt ki. Yes. Ja, na, meg is van. Mindjárt 20, hát még két ki, az vége. Hát a kapunk két valamit. Hát biztos. 8 ládát. 8-at. Meg se állok. Ki se jövök. Megállok, az kész. Hát most mit csinálják ellenük semmi? De tetszik a fájok, ahol van. Aha. Á, nagyon nagy a csőz. LVO a célja. Lol, feleség. Mi feleség? Nem értem. Sziki, minden volt a csőz. Ez igen. Mi a vége? Nulla győzelem? Nulla. Új rekord nulla. Szóval a toppon? Ja nem. Kapcsolt Gedwidget, jó? De kaptunk most kapunk olyan pontot, vigyázz. Ez jó, hogy beértünk így felkészülni. 600. Nagyon jó. Lép ki. Hát ezt is ki kellett próbálni. Hát jó. Úgy látom, ezek az emberek itt verik a faszukat egész nap PTS-en. Na hát ide kell egy, tényleg egy olyan csapat, hogy egy healer, egy izé, együtt mozogni, tényleg, és két baszó DPS, egy izé Firepress, meg egy healer. Na, kiléptem. Végsőbe kellett volna bejönni, mert egy gyerek mindig dobált a üzét, klánatot. Hát nem tudom, mert elég nagy volt a tisztségyek is, meg volt életelők, és most meg majd ez lesz. Most már nem is kell izé, elektronika bazd még kiirányogatok. Nem, hát ezeknek már fel van izébe szerintem. Ja? Akkor nem elejét ő tolják aztán. Kapnak egy itt ládákat. Lóvét. De az úgyis elpárolog, nem értem mire veri. Hát el. Hát hogy ezért jött ki, mire próbálni. Hát semmi, hát csak kipróbálja. Tesztelik. Azért veri el itt a pénzt, mert itt nem, neki nem, tehát nem izél semmivel. Mm-hmm. Most elkalibrálja mennyi van, az kész. Mm-hmm. Na gyerünk DZ-be. Várjál már, ezek, hogy vegyek már magam az normális fegyvert? Mármint de pérőfézni fogunk. Ez egy pusztítóval megyek be, kurva sokat ér az ember. Nem menj be. Nem egy fót fölösleges. Azt mondom, voltunk mi bent a DZ-be, mindenki a baszó izébe megy. Elpárolok. 3 másodperc. Ja, hát akkor menjünk vissza simába, vagy nem tudom. Ha menjetek, én már nekem ennyi. Én csak ki akartam próbálni, oda mentek, ahol akartok. Nagy fiúk vagytok, nagy lányok, holnap szerintem én nem is leszek, mert rendezvényen vagyok. Vagy csak késő este leszek. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy jó hét nektek, meg ilyenek. Neked is jó hét? Jó hét, cső. Hello. Akkor cső. Akkor nem tudom, gyerünk át a rendezbe, farmolni.